És akkor itt vagyunk. Szia, Gyula! Nézd, azt szoktuk csinálni, egy kicsit így egymás felé fordulunk, és szia! Na, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szerintem dobd is be majd, amikor eltűnnek ezek a szép kis névaláírások, a prezentációt, ahol jártunk. Nem ezt, köszönöm szépen, hanem menjünk oda át, és szerintem tegyél is be minket egyből hobbit üzemmódban. Már leszünk kisebbek, nagyobbak, mindenféle másképpen. Ugye amikor elkezdtünk egyeztetni, én nagyon örültem, hogy egyből igen mondtál. Volt bennem egy kis félsz. Nekem ez misszió, én 85 óta folytatok ismeretterjesztést, minden ilyen örültségben benne. Nyilván reméltem, hogy ez valahogy így fog majd menni. Itt most felírtam jobbra fölfelé néhány dolgot, ami a te bemutatásod. Tehát ELTE fizika, ELTE TTK, tegyük pontosra kiírás hiányát. Fizikai és Csillagászati Intézet, ez egy új fejlemény, ugye korábban a fizikai intézet volt, most a csillagászati tanszék visszakerült. Igen, és akkor illet Fizikai és Csillagászati Intézetnek a nyugdíjas adjunktusa vagy. Hát most már elég régen elküldtek nyugdíjba, de továbbra is tanít. De tanítasz, és hát tolod a dolgaidat, ugye 1989 óta az ortvai verseny szervezője vagy. Így van, ez egy nemzetközi fizika verseny, pontosabban én találtam ki, hogy legyen nemzetközi. Aha. 1970-ben alapította Major János és Tigével. Én annak idején diákként még részt vettem ez a versenyen, egyetemisták érdekes fizika feladatokat gondolnak meg, tehát nem iskolai problémákat, hanem mindenféle ravasz fogós feladatokat, és most már tényleg nemzetközi, körülbelül a fele magyar, fele külföldi a részvevők között, és megy a buli mindenféle rúpa feladatoknak. Ezúttal is megkérem a fizikus kollégákat, hogy küldjenek jó feladatokat. Legközelebb januárban lesz, és január végén, amikor véget jön a vizsgaidőszak, akkor lehet ilyen feladatokat csinálni. Tehát az ortvai verseny Cserti Józsifra csináljuk ketten, és sokan segítenek, sokan küldenek be feladatokat. Mostanában hál' Istennek már szponzoraink is vannak, és azért elég tisztességes pénzdíjakat is tudunk adni, de a lényeg az viszont az, hogy aki egy ilyen versenyen helyezést ért el, az presztízst jelent. Tehát amikor felveszik MSC-re, vagy PhD-re, vagy külföldi ösztöndíjhoz, akkor be van írva, és többen büszkék rá, hogy... Hát ha belegondolsz, 89, az nem akarom hirtelen kiszámolni, de az, ha jól sejtem, 34. évét tapossa. Maga a verseny az már 50-valahányadik év. És meg már 50-valahányadik 89 óta foglalkozom. 93 pedig a NYIF szervezője, ez a fizikus hallgatóknak. Ez nyílt helyi, vagy ne csak zárt helyiket írjanak, nyílt helyi fizikus feladatok. Először Velencén volt, aztán Szigligeten, és most már sajnos nincs. Annyira megdrágult a szállás, hogy egy hétvégén nem tudunk annyi pénzt elkérni a hallgatótól. Mindenféle érdekes helyi feladatok voltak elméletért. Például a csillagászati vonatkozású, kitaláltunk egy olyan bolygót, aminek a tengelye a pályasíkjában van. És hát majdnem tudunk gondolni. Ugyan, csak még inkább, és legyen szilárd felszíne. Alkossátok meg a lakók mitológiáját. Itt látnak az égen, hogy mozognak a csillagok, és ennek alapján magyarázzák el a világuk keretkezés, és zseniális ötletek születtek. Szóval ehhez hasonló, félig vicces, de elgondolkodó feladatok, vagy például egy lufinban zárt energiával kell minél magasabbra feljuttatni egy tárgyat, például két szolgáspatron, 15 méterre sikerült. Szóval nagyon ügyesben. Hadd kérdezzek egy személyes kérdés. Honnan az inspiráció? Honnan ez a rengeteg kreatív ötlet? Így születtél? Nem én csinálom ezt. De mi... összeszedem a sok okos embert. Azt hiszed, hogy az de azért nyilván azért benned is ott van azért. De. De amikor te úgy gondolkozz, akkor ez ilyen fizikai problémákon sokat... Ez úgy az emberek eszébét. Ez vagy van, vagy nincs. Van, aki ebbe az irányba, van, aki megy valamit. Ha jól sejtem, te nagyon korán sejtetted, hogy fizikus leszel. Én biológus akartam. Te na, most akkor viszont megkaptalak. Az élet alap egy rejtét szerettem volna felírni, és a tévében láttam Maraszt Jönnek a műsorait, megolvastam a cikkeit, könyveit, és annak alapján jöttem rá az, hogy az ember értse az életet, meg a világot, ahhoz fizikusnak kell lenni. Én az övegesnek az élő fizikája. Jöttem rá, hogy engem a fizika érdekel leginkább, és innen is kérek elnézést Huppert Attilától, akitől gyermekként elloptam a könyvet. És soha nem adtam vissza, szerintem, bocsánat Attila, nekem jobb volt. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy... Ezeket én is olvastam nyilván annak idején, és nagyon-nagyon sok mindent. Az, hogy valamiféle természettudományi kutatással kell foglalkozni, az már gyerekkorom óta megvolt, de a alap ösztönzést Marasz Jürgen adta, és hál' Istennek az egyetemen ő tanított, ugye minden éves váltásban mások tartották az órákat, de nekünk éppen Marasz, és utána én állaszan dolgoztam, és oda vett a tanszékre, és azóta kis megszakítással ott vagyok, hogy voltam.
És akkor a következő az, hogy az atomoktól a csillagokig sorozat egyik szervezője. Ez kinek az ötlete? Ezt is Cserti József talált ki. Volt egy vésztanácskozás annak idején, hogy túl sokan jelentkeznek az okosok közül a műegyetemre, és túl kevesen az ELTE-re, mert a műegyetemre is indult fizikus képzés, kéne valamit tenni. És akkor ott töprengtek, hol reklámozzuk, és Józsival kitaláltuk, hogy kéne valami olyan előadást, sorozatot tartani, ahol megmutatjuk, hogy aki az ELTE-n fizikusnak jön, az mi mindennel foglalkoztat, egyáltalán aki itt van, vagy aki itt végzett, az miféle érdekes dolgokat csinál. Most azóta már 270 valahány előadásnak tartunk, és nem volt ismétlés. Én azt hiszem kétszer voltam. Egyszer tudti biztos, azt hiszem kétszer is voltam. Én szerintem egyszer voltam. Lehet, hogy csak egyszer voltam, 16-ban talán. Így van. És, de nem az, hogy nem az emberek nem ismétlődek, hanem a témák. Akkor más témával ismét el tudjuk hívni, és tehát ennyi mindenfélét tudtunk bemutatni. És még mindig jönnek. Most egy jó ideje már felkerülnek a YouTube-ra, mindig voltak felvételek, de ezek hagyományos letölthetők voltak, amit egyre kevesebben néznek. Emberek most már egy kattintásra szeretnék megnézni. Hát az új tévé a YouTube. És most már átkerült a YouTube-ra, ezután köszönöm meg Király Andrea Körögyönnek, aki ezt megszervezt, hogy a YouTube-ra felkerüljön az anyag, és a régieket is átpakoljuk, most Korta János intézi ezt, és a YouTube-on holnap fogjuk elérni az 5.600.000. Azt néztem, hogy 5 millió fölött van, az majd következő oldalon ott is lesz majd az atomcsill. De lehet, hogy léptetek is, mert igazán az atomcsillről beszélünk. És van egy-egy kiugró előadás, tehát a legtöbben kis tudáknesnek a fekete lyukas előadása, ami a jövő héten éri el a 700. Ez igen. Ezen kívül van még egy csomó, tehát több százezres. És némelyik ugye elindul, mint a rakéta, tehát én például két hete beszéltem a Kertemódas a hőhalállal. Azt látom, az is nagyon megy. Ma ér el az 5000-ezre. Nagyon gyorsan megindulnak ezek, és bizonyos témákra vevők a nézők. Van, amit nagyon sajnálok, hogy nem néznek annyian, pedig nagyon érdekes előadások, és ez nem azon múlik. Az előadó jól elmondja, de valahogy a téma nem annyira divatos. Én is ezt látom, hogy nyilván én számmániás vagyok, talán nem fogsz meglepődni, ha ezt mondom. Én a Kis László Csillagász YouTube csatornának a rendszergazdáként eleve két éve engedtem meg a kommentelést, azóta indultak fő egyáltalán a számaim. Én most fogom elérni a 10.000-es előfizető, vagy most feliratkozó számot, és az 1 milliós nézettséget körülbelül egy időben. És ez az egyetlen azóta lőtt ki, amióta a kommentelést megengedtem, és igazából gondozom a kommentálókat. És hát azt néztem, hogy egyszerűen vannak témák, amik nagyon mennek, például a földön kívüli élet. Én azt állítom, hogy 2023 nyarán még a fekete lyukakat is képes lenyomni. Majd meglátjuk ezt a műsornál, hogy lesz. De például a Space Junkies csapat meghívott valamikor a nyáron, és akkor a földön kívül életről beszélgettem Bihari Gáborral, és a Space Junkie Nagy Szabolcsa, és 330 valahány ezernél jár most körülbelül két hónappal később. Aztán most voltam a Keopszalról, meséltem két héttel ezért, az 26 ezernél jár, az sem azt egyébként. Megnézni a közéleti csatornáknak a nézettségét, ezek jó számok. És az atomcsillnak, pedig ezek a 100 000-es nézek, figyelj, a kereskedelmi médiumoknak a YouTube csatornái nem tudnak ilyet. Tehát, és ezért is volt az előző oldalon, hogy te ilyen sokszázes nézettségű videóknak vagy az előre, te nagyon korán ráéreztél ennek a fontosságát. 85-ben betartottam az első ismeretterjesztő előadást a Planetáriumba. Na. Akkor még ugye volt Planetárium, aztán sokáig jártam az Urániába, ott sorozataim voltak. Ja, annak idején még nem prezentációt mutatott az ember. A póliát, jaj, a pólia, úristen. Ezek még most is megvannak, csak időnként egyet-egyet átírok fel frissítve prezentációval. Uh-huh. Hát, megszámoltam 400 méter fóliában. Felhívva mindenkinek. Ott kezdtem, aztán később a Kossuth Klubban voltak sorozataim, a József Attila Szabad Egyetemen, és utána a Polarisban. Polarisban, és akkor gyakorlatilag 20 éve már vannak fönn videóid, igaz? Maga a videó. Hú, 2000-es évek rögtön a mihez. Polarizmok kezdték felrakni, tepék vették fel, és rakták ki. Aztán mióta az atomcsill megy, ez ugye 2005-ben kezdődött az atomcsill, akkor volt 100 éve és ennek. Gyakorlatilag 18 éve már. Akkor, igen, most a 19. évadot kezdtük el. Az volt a fizikai éve, mert Einstein 100 éve publikálta a csodálatos kéziratait, és annak kapcsán indítottuk el ezt a sorozatot. Azt hittük, hogy egy-két évig megy. Uh-huh. És még mindig
teljesen frissen tartja magát. Figyelj, én a csillagászat.hu-t, amikor elindítottuk 2005 őszén, akkor volt egy ilyen szándék, hogy a Magyar Csillagászat Egyesület azért csinálni egy csillagászati hírportált, már tele lett a hócipőnk azzal, hogy állandóan cáfolni kellett a mainstream médiába megnyerni hülyeséget. És akkor azt mondtuk, Keresztúr Jákos, meg Balaton László, Mizser Attila, én akkor Ausztráliában voltam, de onnan is hozzászóltam, hogy mi nem cáfolni akarunk, nekünk nem ígéret kell, hanem a valóság, akkor megcsináljuk a saját médiánkat. Ezzel nagyon egyetértek ezzel a politikával, mi is ezt csináljuk. Rengeteg, ugye egyrészt jönnek a pornográf hozzászólások, másrészt politikaiak, harmadrészt pedig jönnek a okos jelék, akik mindent jobban tudnak, igen, és el akarják adni a saját elméletüket, és leuralnak meg. Tájékoztatom őket, hogy nem úgy van, hanem nem érdemes velük vitatkozni. Nem. Közölni kell a tudományos tényeket, minél érdekesebben, minél több emberrel, ez az egyetlen fegyverünk, és ez nekünk is atomcsillag, és ez a politika. Igen, igen. Hát a csillagászatunál mi azt hittük, hogy 2010-ig kifúj, aztán itt van most már 23, az is, hogy 2006-ban vette át a főszerkesztést, 17 éve már csinálom a csillagászatpontot, és már 6000 hír fölött jár, amit megjelentettem. És hát nem én írtam, egy 20-nál is több ember volt szerző az évek során, de hát mindegyiket láttam, mielőtt kiraktam valamilyen nézőcsalogató címmel. Na! Én is belejavítottam, amikor... Igen, az semmi gond. Figyelj, mi teljesen nyitottak vagyunk, mi kommunikálunk az emberekkel, úgyhogy figyelj, a lényeg az, hogy én nagyon örülök, hogy itt vagy, és jól láthatóan most akkor egyesítsük erőinket egy érdekes terület kapcsán. Én azt gondolom, hogy át is hajthatunk akkor a bemutatkozó oldalakon, és akkor komplex számoknál... Jó, hát kezdjük azzal, hogy a modell és a valóság. Íme itt mindenki látja a képernyőn, mondjuk engem. A valóságban nem zöld a hajam. Igen, ez ezt a hasonlóan látni, az nem fehér, hanem sárga. Ez a minta. Szóval már rögtön egy ilyen közvetítés torzít, és amikor a tudomány próbál a valósággal foglalkozni, ezt kell valahogy tudatosítani, nem közvetlenül a valóságot vizsgáljuk, hanem a valóságról alkotott modelleket. Először kiválasztunk a világból egy részletet, mondjuk a Földet, vagy a Napot, vagy ilyesmit, vagy egy atomot, és arról alkotunk egy modellt. És utána azt a modellt igyekszünk minél alaposabban megfogalmazni, és utána matematikai leírni. Tehát ez egy két lépcsős modellalkotás. Tehát például a Föld. A Föld az tömegpont. Tömegpont, ez egy fizikai modell. Tömegpont, hogyha megpróbáljuk leírni a naprendszerbeli mozgását. Nem tömegpont, hogyha például foglalkozunk a precessziójával, akkor már merevesnek kell tekinteni, az egy másik fizikai modell. Melyik a jobb? Egyik se jobb. Attól függ, hogy mit akarunk csinálni, attól függ, hogy milyen modellt akarunk alkotni. Hogyha a földrengésekkel foglalkozunk, akkor már nem lehet merevesnek tekinteni, akkor rugalmas testnek kell. Ha a légkört, bioszférát, stb. Figyelembe vesszük, akkor más modell kell. Ha azt nézzük, hogy becsapódik egy égitest és miféle helyi kataklizmákat okoz, abban például nem nagyon fog beleszólni a naprendszerbe mozgása, mert ez olyan rövid idő semmi. Természettudomány egyik nagyon lényeges módszer, vagy lépése az, hogy elvonatkozunk, elhagyjuk a lényegtelen. Pontosan tudni kell, hogy az adott vizsgálat során mi az, ami lényeges, mi az, ami lényegtelen, és úgy kell a modellt megalkotni, hogy az kerüljön bele, ami az adott szempontból lényeges. Ezt sokszor elszúrják. Hogyha ez jól sikerült, akkor ezt a modellt lehet vizsgálni matematikailag. És a legfontosabb állítás pedig az, hogy a matematika a modellek modellje. Tehát ezekről a fizikai modellekről egy absztrakt világban, a matematikai jelölésrendszerek fogalmak világában egy metamodellt készítünk. Ott viszont a saját szabályai szerint kell vizsgálni, ott nem szabad összekeverni a kettőt. Egy gyakran idézett példa, ami Matolcsik Tamástól, akit ugyan a matematikának a szépségeit és mélységeit tanultam, őtől az származik a modell. Azt mondja, az ember ponttöltés, elektronik pontszerű részecske van körülötte, elektromágneses mező, elektromos mező, jó, abban van energia. Megmozgatjuk, akkor viszi magával az energiát. Mennyi az energiája? Hát kiszámolhatjuk, vannak rá matematikai módszerek. Az jön ki, hogyha pontszerű a részecske, akkor végtelen az energia. Jaj, de hát nem pontszerű. Na most akkor tessék eldönteni, hogy mi legyen a modell, pontszerű vagy nem pontszerű. Ha már azt mondtam, hogy pontszerű, akkor dolgozunk abban a... Ne itt kezdjük módosítani a fizikai feltevéseinket. A matematikán belül korrektül kell dolgozni, mert a matematikának megvan a maga logikája az árt világa. Kezdjük azzal, tehát hogy egy absztrakciós lépés. Már ezzel mondtam ezt, hogy a Földről modellt készítettünk, azt is sokféleképpen lehet. De a legelső matematikai fogalom például az egész szám.
Neki elmondja, hogy úgy keletkeztek ezek a fogalmak, hogy az ősember megszámolta a birkákat, nem is tudott számolni, de volt egy csomó kavics, kiment a birka, letette a követ, másikat, és akkor ha visszafele jövett, ugyanannyi volt, akkor stimmel, és azt se tudta, hogy 52 birkája van, vagy hány birkája, de ugyanannyi, mint a köveknek a szám. Ez egy nagyon régi történet, de ha belegondolunk, milyen absztrakció van mögötte. Mi az, hogy egy? Meddig tart a föld? Mi az, hogy egy bolygó? Mi az, hogy egy ember? Uh-huh. Létezik olyan élőlény, ami 70 méter kilométer, egy gombahálózat. Uh-huh. Most az egy-egyed, vagy egy hangyaboly, ami egymagában nem nagyon sokat tud csinálni, egy hangyad, az egész mégis úgy viselkedik. Mi az, hogy egy, hogy absztrakció? Amikor egy egész számmal jellemzik valamit, mondok egy durvábbat, középkori királyok rendszeresen levágatták az arany érmének a szélét, hogy spóroljanak egy kis aranyat, és abból újabb érméket tudjanak vágni. Az az érme, az már nem ért annyit, de most még mindig egy arany. Uh-huh. Mit lehet kapni egy aranyért? Egyre kevesebb, mert a társadalom reagál erre, hogy az egy, az nem egy. Tehát maga ez a fogalom, és most megint nézzük a birkákat. Volt ott köz, fehér birka, fekete birka, vemhes birka, féllábú birka, eltér vonatkoztatunk egy. Ugyanígy a kövek között volt kerek, szögletes, lyukas, stb. Piros gombócartós, csoki. Pontosan erről van szó. Elvonatkoztatunk aztán itt, hogy egy, és amikor már ilyen absztrakt szinten nézők, akkor párba lehetett állítani egy birkát egy kővel, mert ezeknek a matematikai modelleknek voltak közös tulajdonságai, és a matematika ezekkel a közös tulajdonságokkal foglalkozik. Ezek a matematikai fogalmak léteznek, de nem közvetlenül a valóságban, nem is a fizikai modelleknek a valóságában, hanem ebben a második metarétegben, a modellek modellében. Ott viszont megvannak a maguk szabályai. Most innen viszont elindul a modelleknek a saját fejlődése. Most mutasd a táblát. Táblát. Addig én azt mondom, hogy az E a DP minusz 1, az benne volt az I meg a P. El fogok oda jutni. El fogsz oda jutni mindjárt, nem baj. Mindjárt, hogy Euler képlet lesz, de mindegy, amíg itt történik, az, hogy a 4-ének mi ez a fehér tábláját lássuk, némi átmódosítás, hogy eddig kell locsognom, azt hiszem, hogy ez már mindjárt vég megvan. Norton itt ma sokat fog futni, én úgy érzékelem a műsor alatt. Ah, ez a szuper! Ide írok, nem csillogatom. Hát, te kérdés. Ugye kezdetben azt mondani, voltak a természetes számok, 42-132-132, érdekes számok. Ezek, amik ugye a birkákhoz, kövekhez kapcsolhatók. Ezekkel az emberek előbb-utóbb elkezdtek számolni, kialakították az összeadás, szorzás, stb. Műveletét. Például fel lehetett írni egyenleteket. Például meg lehetett kérdezni, mennyi a 5 meg x, akkor persze még nem használtak az x-et, 5 meg x egyenlő 7. Van-e ennek megoldása? Hát persze a 2. De van-e megoldása annak, hogy 5 meg x egyenlő 0? Ennek nincs megoldása. Mit csináltak? Hozzátették a halmazhoz a nullát, mert a halmazon, akkor még a halmaz fogalma sem létezett, de kitaláltak a nullát. Ezért lett egy nagyobb halmaz. Aztán kérdezik, mi van akkor, hogyha 5 meg x egyenlő 2? Hát ilyen nincs. Akkor ki kellett találni a mínusz 3-t, és így tovább. Persze, de végtelen sok újabb számot kellett beírni, mínusz 42, stb. Mi történt? Most akkor a történelemhez kell fordulnunk. A római birodalmának a gyarapításának egy nagy fejezete volt az, hogy egyre nagyobb volt, de mégis stabil volt, mert akik kim voltak, akik olyan hozzácsaptak, azok megkapták a polgárjogot. Hogy kell számolni a mínusz 42-t? Pontosan úgy, mint a többi számmal, mert az ismert számok körében megismertük az összeadási, szorzási egyéb szabályokat, és utána azt mondtuk, hogy ezek megkapták a teljes polgárjogot, és ugyanazt csináljuk, ugyanolyan szabályok érvényesek. Mert a matematika hajtóereje lustaság, ezt nem minden matematikus tudja, de használja, a fene fog új szabályokat tanulni, nem új szabályokkal foglalkozunk, hanem ugyanazokat a szabályokat, például, hogy az összeadás kom, A meg B egyenlő B meg A, ilyen szabályokat, az újonnan megismert számokra is érvényesnek tartjuk. Aztán haladtunk tovább. Azt mondta az ember, hogy 5-ször x egyenlő 10-nek van megoldása, de 5-ször x egyenlő 3-nak nincs megoldása. Hát akkor kitaláltuk a 3-5-öt. És így tovább, tehát megjelentek a tört számok. Aztán például kiderült, hogy az x-szer x egyenlő 2-nek nincs megoldása, kitaláltuk a gyök 2-t. Még egy nagyobb halmazt. Ember azt hiszi, hogy itt végtelen tovább folytatás lesz. Aztán kiderült, hogy az x-szer x egyenlő mínusz 1-nek nincs megoldása, és erre találták ki
az i-t, a komplex számokat. Tessék észrevenni a következőt, minden lépésnél új jeleket kell bevezetni, új jelöléseket, mert az eddigi halmazban nem voltak. Ezért ide ilyen furcsa dolgokat kell kitalálni. I, meg az, hogy 3-2, I és has, stb. Másrészt ezeket társadalmi ellenállás fogadta az új dolgokat. Nem is igazi dolgok, negatív számok össze vannak törve. Ezekre azt mondták, hogy irracionálisak, ami egyrészt azt jelenti, hogy nem fejezhető ki számok arányaként, másrészt azt mondták, hogy értelmetlenek. De előbb-utóbb elfogadták. Miért fogadták el? Azért, mert használni lehetett őket. Az ősember nem találkozott -2 birkával. Azt lehetett, hogy elveszett 2 birka. Azt fejezte ki, maradt neki 2 kavicsa. De az én unokáim abszolút természetesen tudnak negatív számokat. Miért? Mert olyan társadalmi körzetben élnek, lemennek a mélygarázsba a liftel. Ja, és ott a nulladik szint, meg ott a -1, és 2 éves korában a gyerek mondta, hogy bizonyára létezik -2, meg -3 is. Olyan a társadalmi környezet, hogy ezek a fogalmak léteznek a valóságban, ahol megismeri, a modellnek a valódi megfelelőjével tud találkozni, és ezért ezeket a fogalmakat automatikusan elfogadja. A törteket, az osztozkodás, hogy kell a tortát vagy a birkát felosztani, azt hamar elfogadtak az emberek. Nem is véletlen, hogy nem ebben a logikai sorrendben történt, hamarabb kitaláltak a törteket, mint a negatív számokat. Negatív számokat csak a középkorban, míg a törtekkel már vidáman számoltak az ókoriak is. Így van, osztozkodni hamarabb kellett, mint a tartozással, a banki fogalmakkal foglalkozni. Na most az ember azt gondolná, hogy ez így megy tovább, de nem. Kiderült, hogy itt van egy végső határ, ugyanis létezik egy olyan tétel, hogy eddig mindig az volt, hogy fölírtam egy egyenletet a korábbi ismert számokkal, és nem volt megoldás, ezért bővítenem kellett a halmazt, megadni a polgárjukat. Van egy tétel, hogyha a komplex számok körében felírunk egy egyenletet, akkor annak van megoldása ott benne. Itt nem kell tovább menni. Azaz az egyenleteknek a természetes életköre, az a komplex számok halmaza. Ha az ember ezt megtanulja, akkor kész. Ezzel lehet dolgozni. A matematikusok persze nem hagyták abba, és mentek tovább, és kitaláltak mindenféle más trükkösebb dolgokat, mint mondjuk a vektorok vagy a kvaterniók, de az a lényeg, hogyha az ember hagyományos matekot űzi, akkor itt a vége. És a fizikusok nagy része ezt a hagyományos matekot űzi. Például hadd mutassak egy másik jelenséget. Többen láttak olyasmit, hogy egy nem tudom, ide lehet írni, látszik? Igen, mindjárt. Képzeljünk el egy rúgót. Aki ismeri a fizikus nótát, az tudja, hogy két legegyszerű fizikai rendszer harmonikus oszcillátor. Hidrogénatom, íme harmonikus oszcillátor. Egy rúgó rajta, egy test, és akkor megrezgetem, akkor színuszos rezgéseket végez. Hát adjunk neki egy kis súródást, ezt úgy szokták lerajzolni, hogy ide tesznek egy olajjal töltött dugattyút, és akkor az fékezi. Milyen mozgást végez? Ember megtanulta, hogy ilyen csillapított rezgő mozgást. Mi történik, hogyha lehűtjük a rendszert, akkor egyre sűrűbb lesz az olaj, és más lesz a rezgés, akkor például az fog történni, hogy olyan rezgés lesz belőle, egyre hosszabb periódussal, és végül látszik még ez is? Igen. Akkor az történik, hogy már nem fog tovább rezgni. Szépen lecseng a rezgés. Ez két nagyon különböző függvény. Ugyanannak a rendszernek más paraméterek között már mozgása. Mégis, hogyha bevezetjük a komplex számokat, akkor ugyanazzal az egyenlettel, ugyanazzal az összefüggéssel lehet írni. Megint megszületett az a társadalmi környezet, amelyben ezeknek a számoknak szerepe van, és ők kellenek ahhoz, hogy jól és egyszerűen tudjuk írni a valóságot. Ez nem annyira közvetlen, mint amikor a gyerek lemegy a -4-ről, amikor a tortát osztják, de van olyan környezet, például mondjuk azok, akik meg akarják tervezni egy autónak a csillapítási rendszerét, hogy ne dobáljon a kocsi, hol legyenek benne a rugók, őnekik ez a természetes közeg, így kell velük számolni. A komplex számok épp úgy léteznek, mert hasznosak. A matematika belső fejlődése hozta őket létre, de ezeket a modelleket és ezek kapott eredményeket lehet alkalmazni a technikában, az iparban, a tudományban, mindenhol, mert van a valóságnak olyan része, amire alkalmazhatjuk. Akkor azt mondja, hogy a komplex számon túl már nincsen. Van, csak azt már külön ki kell tenni, valamit fel kell adni. Például egy azt fel kell adni, amit nem megszokott, hogy szorzás kommutatív, tehát átszor B egyelő B szerel, vannak olyan dolgok, ahol átszor A nem egyelő B szerel.
Az egyik kollégám úgy fogalmazta meg. Ez természetes, a mentőautó sem azonos, mint az autómentő. Ez egy házfarbér nem mindig egy előbb összeállhat. Van egy kicsit paragráfabbal is, ahol ugyanezt mondják el más szavakkal. De lényeg az, hogy, hogy a matek az mehet. Kérdés, hogy van-e annak alkalmazása, ami azon túl. De te a komplex számokra kérdez. Én a komplex számokra, igen. Igen, menjünk vissza a hobbit üzemmódra. És azt kell még észrevenni, hogy ez nagyon gyors fejlődés volt valamikor a középkor végénél. Törteket ismerték, az egyiptomiak ismerték, a görögök, az egyiptomiak csak 1/1, tehát 1/7, meg nagy energiát fektettek abba, hogy 1/7, meg 1/5, meg 1/19, ilyen formában mindent ki tudjanak fejezni. Ha az ember egy kicsit lazábbra veszi, akkor sokkal könnyebb. A görögök megengedték az akármilyen számoknak, egészeknek az arányát. A negatív számokat valamikor a középkorban kezdték, mert utána már világgyorsan eljutottak, és Euler az 1700-as években részletesen kidolgozta a komplex számoknak az elméletét, és a komplex számokkal végzett függvénytani műveleteket, differenciális mindenfélét, és alkalmazta, ő egyben volt fizikus és matematikus, alkalmazta mindenféle fizikai jelenségek leírására. Tehát ez nagyon gyorsan elérte ezt a fejlettséget. Utána a matematikának a saját belső fejlődése vitte tovább, de ez ment át a természettudományban, mérnöki alkalmazásokban, tehát ott a komplex számokat egyszerűen tudni kell, mert enélkül ennél sokkal nehezebb. Na most ugye erre az EADP, ez a belső fejlődéssel, ugye magát az E-t is Euler vezette be, mint a logaritmus természetes alapszámát, és azt szokták mondani, hogy ez az összefüggés, ez kifejezi az analízisben alapvető E, az algebrában alapvető I, a geometriában alapvető P, és a közgazdaságtanban alapvető mínusz egy közötti összefüggés. Közvetlen alkalmazás. Közvetlen, igen. Jó, szerintem még azért van, mondjak még valamit, de most még ezek a matematikai modellek. Honnan vesz, hogy picit bejegyzünk? Honnan vesz az ember matematikai modellt? Hát van, amikor nincs. Így hát Newton, később meg Dirac. Görögök le tudták írni az egyenes vonalú egyenes mozgás, pontos azonos nagyokat vitatkoztak, zírom meg egyebek. Aztán utána voltak modellek az egyenes körmozgásra, arra építette a modellek Ptolemaiosz, aztán Kopernikusz is. És utána, amikor Kepler rájött, tehát ugye ő is túlesett egy ilyen paradigmaváltáson, és rájött az ellipszis pályákra, Newton ezt kezdte vizsgálni, és kiderült, hogy nincs olyan matematikai módszer, amivel lehetne írni az ellipszis pályákon való mozgást. Mi a tendő? Kitalálta. Volt éppen szerencséje, volt egy pestis járvány, hazament, leült a tövébe, és egyszerre kidolgozta a változó mozgások leírására szükséges matekot, kidolgozta a dinamikát, tehát az emszer egyel F és környezetét, valamint, hogy mit kell az F-nek a helyére írni a gravitációs törvényt. És ezt a háromat egybe kapcsolva ezzel fel tudták írni a rendszert. Tehát valamikor a fizikus maga találja ki a matekot, és utána 50-100-200 évvel később jönnek azok a matematikusok, akik ezt tisztába teszik. Gyakran van olyan, és Newtonnál is előfordult, hogy jöttek a követők, és próbáltak loholni a nyomába, és kiszámoltak mindenféle, de hülyeség volt. Aztán a 200 évvel későbbi matematikusok kiderítették, hogy a módszernek még a korlátai, mikor szabad és mikor nem szabad használni. Az alapítómester az jól érezte, hogy hol szabad, és csak azon a korláton belül dolgozott. A utánzók azok meg mindenhol megpróbálták, ahol nem ment. Ez nagyon sokszor előfordult a tudomány történetében. Ugyanez volt a helyzet Dirackkal. Van egy másik eset, amikor készen van a matek. Akkor Einstein a speciális relativitás elmélet létrehozása után elkezdett gondolkodni az általános relativitás elméleten. 905-ben ugye megvolt a Speciál, többiek azzal foglalkoztak, alkalmazták a fizika különböző részeire, relativisztikus elektrodinamika, mechanika, termodinamika. Einstein már a gravitáció gondolkodott. 1980-ban már kiokoskodta az alapgondolatokat, csak nem volt meg hozzá a megfelelő matematikája. Viszont szerencséje volt, és volt egy évfolyamtársa, akitől megkérdezte, hogy felvázolva a környezet, de van-e ilyen matematika? Igen, van, a Riemann geometria. Riemann ezt ugye 1840-es években kitalálta, és ott volt a matematikusok polcán, mint egy szép emléktárgy, és nem használták a gyakorlatban. Levették,
Marcel Grossmannak hívták ezt a barátját Einsteinnek, aki egyébként Budapesten született, Grossman, kidolgozták, megírták a többieknek, mert a fizikusok ezt nem tanulták az egyetemen, tessék itt a Riemann geometria fizikus nyelvre lefordítva, és azzal meg tudták csinálni az általános relativitás elméletet. Tehát volt egy kész matek. Van egy még cifrább eset, amikor Wigner Jenő elkezdett foglalkozni a papája azt mondta, hogy legyen vegyészmérnök, mert hány fizikus állás van Magyarországon? Kettő, Bösszös, te leszel az egyik. Mennyi csak vegyészmérnöknek, vagy így állunk van. De ő ott átjárt a fizikus és matematikus professzorok előadásait. Tanulmányozni akkoriban született a kvantummechanika. Voltak olyan, de előbb már mondtam, hogy mik a legegyszerűbb fizikai rendszerek, harmonikus oszcillátor, hidrogénatom, a Schrödingernek a hullám egyenletével is, meg Heisenbergnek a mátrix egyenletével is kiválóan megoldották. Menjünk egy kicsit tovább, héliumatom. Annál nem működött a módszer. Aztán másik nem megint működött. Próbálták, egyszer jó volt, egyszer nem volt jó, nem értették, hogy mi a probléma. Wigner rájött arra, hogy szimmetria elmélet, ő lett ennek később egyik nagymester, és pont a szimmetriák matematikájának az atomok fizikáról való alkalmazásáért kaptanak ide a Nobel-díjat. Tehát rájött arra, hogy a szimmetria viszonyokat kell vizsgálni. Egy atomnak egyszer kétféle szimmetriája van, gömbölyű, mert közében van egy atommag, és abban gömbölyű az erőtere, tehát a gömbszimmetriát kell leírni. Másrészt pedig, hogy ha több elektron van, akkor több elektron cserélegetni lehet, tehát ilyen permutációs szimmetria. Ezt együtt le kell írni. És akkor megkérdezte a nagy barátost, a barátját, a matematikust, hogy vajon van-e a matematikának olyan fejezet, ami ezzel foglalkozik. Persze, hogy van a csoportelmélet, mondta Neumann. Nekiültek, utána néztek, és kiderült, hogy a csoportelméletnek sok szép fejezetét már kidolgozták, de pont azt a részét, amire kellett, azt még nem. Az alapgondolatok megvoltak, és akkor ők kiegészítették, és megcsinálták azt a részét, ami pont az atomfizikához kellett. Bepublikálták azt, hogy 1928-ban, nem tudom pontosan mikor írt cikket, azt ma is idézik és használják, és az általuk bevezetett jelölések működnek most is az elektronikai fizikában. Tehát ők a szükséges matekot megcsinálták. Tehát amikor ilyen változás van, akkor ki kell találni a megfelelő matematikát, vagy megvan. És még egy dolog, ezt gyakran akadályozzák ezt a fejlődést, tudati gátok. A görögök nagyon jól ismerték a kubszereteket. Hatalmas könyveket írtak róla, nagyon részletes és bonyolult matematikai tételek, az ellipszisről, paraboláról, hiperboláról, meg arról, hogy ezek valamilyen értelemben közösek és hasonló tételeik vannak. Viszont amikor a csillagászaik a csillagokról gondolkodtak, akkor csak körpályák. Ptolemaiosz körpályákról, és rájöttek, hogy nem stimmel. Az égen kicsit másképp mozog, mert elég pontos méréseik voltak akkor, azért már szögmérő meg távcső nélkül. Akkor kitalálták, hogy körök. Egyik körön mozog egy másik kör, azon egy harmadik kör, és ezzel tudták, ma azt mondanánk, hogy Fourier sorba fejtették, de a lényeg az, hogy sok-sok körrel tudták megmagyarázni a mozgást. Amikor Kopernikusz kicsit kibillentette a világot, ezt a modellt nem változtatta meg, a napot tette középre, de ő is ilyen kört, és a körön kis köröket, meg ilyeneket rakott köréje, ugyanolyan bonyolult volt, mint Ptolemaiosz. Mert az volt a fej vagy körök. Igen. És Kepler volt az, akit az összegyűjtött kísérleti adatok arra kényszerítettek, hogy paradigmaváltás az, hogy hát más pálya is lehetséges. És akkor hirtelen a helyére ugrott minden, marha nagy szerencsénk, hogy olyan pálya volt, amit már ismertek a matematika másik ágában. Egyáltalán, amit le lehet írni ez a képlettel, vagy hogy viszonylag egyszerűen tárgyalható. Ha ez nem történik meg ez a váltás, akkor nem jutnak el a newtoni fizikáig sem, mert Newton a kepleri pálya vizsgálatával ért rá a gravitációs törvényre. És ez kapcsolódik a következő kérdésetekhez, a gravitáció és az elektrodinamika kapcsolódik. Ennyi, ha te kérd, arra bökjél rá, és akkor én tudok léptetni, köszönöm szépen. Egy mémmel vezetjük be a témát, Newton. Ez egy mocskosul igazságtalan mém, de nagyon népszerű. Azt akarja, hogy mindenfélét beszoktak ide helyettesíteni, az egyik megéri, a másikra vásolja. Ha jobban megnézzük, nem tudom, mennyire látszik a képen. A gravitációs törvény és Coulombnak a törvénye szerepel benne. Azt mondja meg, hogy két gravitáló test között mekkora erőhatás lép föl, vagy két elektromosan töltött test között mekkora erőhatás lép föl. Van benne egy olyan szorzó tényező, ami önkényes. Az a G, a másikban pedig az az 1 per 4 pi epsilon 0. Ez csak azért van, mert hülyék vagyunk, és amikor bevezetjük a mértékegységeket, akkor nem tudjuk a később felfedezendő fizikai törvényeket. Jó, akkor nem hülyék vagyunk, hanem túlkorán születtünk. A lényeg az, hogy ha utólag rekonstruálnánk a fizika törvényét, akkor azon a helyen egy lenne.
olyan mértékegység. Olyan mértékegységrendszer. Na, de mi az, ami viszont lényeges? Ott van egy M1-M2, tehát a két kölcsönható testnek egy-egy tulajdonsága. A másiknál meg ott van Q1-Q2, két kölcsönható testnek a töltése. És ott van az R4-zet, ami micsoda? Hogy függ az erő a távolságtól összekötni? A kettő egyforma. Na most nem így született, hogy egyik a másikról. Newton, mondom, az ellipszis pályák elemzéséből, mikor találjátok, hogy ugyanaz a hatás ejtél az almát a Földre, mint ami a Holdot a Föld körül tartja, ellipszis pályák vizsgálatából vezette le matematikai az 1/R4-et. Coulomb méréseket végzett. Nemrég láttam az eredeti Coulomb cikket, 150 oldal, hosszú részletes táblázatokkal, mindenféle ilyen körülmények között, olyan körülmények között, erőket, meg egyebeket, miért, ilyen ingát, így fordította az ingát, úgy fordította, és persze ne felejtsük el azt is, hogy ő nekik egyszerre kellett bevezetni az olyan fogalmat, hogy elektromos töltés, meg erőtér, meg töltött, meg negatívan töltött részecske, meg a mérőműszernek, hogy most mennyi az egysége, szóval hogy egyszerre kell kifejleszteni a fogalmakat, meg a méréseket, és arra még a törvényeket. Tehát akkor ő kísérleti fizikus volt. Miért kísérletezett, és ezt szépen hosszasan, alaposan leírta a Francia Tudományos Akadémia közleményében, tehát nem a Newton magyarázta. Viszont ugyanakkor érdekes vita folyt. Vajon milyen lehet az elektromos erőtörvény? Egyesek azt mondták, hogy az is 1/R4-es, Newtonnak már jól bevált. Mások azt mondták, hogy az 1/R4-et az már foglalt, ezért ez csak 1/R5-es lett. És akkor hát utólag, mert megpróbálja illeszgetni a Coulombnak a görbét, vagy stimmel, vagy nem stimmel, ilyen később is előfordult, amikor Eddington megmérte a általános relativitás elmélet által megjósolt fényelhajlást, hát az volt benne némi szórás. Állítólag ő csak azokat az adatokat közölte, amik rájöttek a stimmel elmélete, és ez igazolta. Később persze sok-sok pontosabb mérés igazolt, hogy stimmel, a zsenék beletrafálnak még akkor is, amik egy kicsit unyorítanak. De a lényeg az, hogy ez véletlennek tűnik. Vajon miért egyforma a két törvény? Miért nincs 1/R7-en, vagy 1/gyökerben? Hát meg én nekem az is a szorzata. Miért egyik tömegszer, másik tömeg? Most mi történt utána? Utána az történt, megint paradigmaváltás, ez pedig Faradaynek köszönhető. Faraday találta ki az elektromos és mágneses erőtérnek, vagy mai nyelvén a mezőnek a fogalmát, és ha nem megyünk el az általános relativitás, a gravitációt is hasonló módon tárgyalhatjuk. Tehát a két test, ami távol van egymástól, az nem közvetlenül ad egymásra. Amúgy ezt Newton maga is sejtette. Sőt, a európai kontinensen egy ideig nem terjedt el a newtoni fizika, mert misztikának tartották. Itt Descartes-nak az elmélete volt forgalomba, aki Örvények, valamilyen anyag kitölti a naprendszert, és ez is forog, és magában ragadja a bolygókat. Teljesen logikus materiális elmélet, a részleteit meg ki kell dolgozni. Most jön egy angol, aki azt mondja, hogy egyik test innen a semmin keresztül a másikra egyben elnézettel arányos erőt fejt ki, varázslat, baszt még jó, nem azt mondja, hogy hosszak el. Európában ez úgy terjedt el, hogy amikor Voltaire éppen valamilyen okból összeveszett a francia királlyal és Angliába menekült, ott meg is Newton műveivel, utána leveleiben elterjesztette a newtoni fizikát a kontinensen, csak úgy bosszantsa a francia tudósokat. De mindesetre ezek után most az emberi tényező mindig van. Aztán később kiderült, hogy maga Newton azt mondta, hogy egy persze nem jutott eszembe, hogy ez egy valódi távolható erője. De majd valaki később jön, és kiderít ennek a részletes mechanizmusát. Azt nem mondta, hogy a betegse ne fogják így nézni. Na most Faraday nyomán elterjedt az erőtér, most akkor megirajzolnék valamit. Amikor váltunk addig képernyőt, én is itten bejövök ide a Mr. Bean mellé harmadik figurának. Milyen szép vagyok ma, szép zöld a kezem. DJ már töröl, úgyhogy nem állunk rosszul. A Norton pedig a Stahanovista hős csillagász érdemrend aranyfokozatú kitüntetettje lesz a mai nap után. Itt van a kétes, egyértelműek vagyunk. Newton szerint távolban voltanak egymást. Faraday azt mondta, hogy az történik, hogy az egyik test valamit csinál a környezet. Valahogy módosítja, elektromossá teszi, vagy valami ilyesmi. Ez a másik pedig a saját környezetében levő teret érzi. Tehát innen a hatása. Na úgy mondjuk, hogy lokális hatások vannak, helyi hatások, és persze akkor innen valahogy ez elterjed oda. Ma már tudjuk, hogy hullámok vannak egyik pontból a másikba.
ha ezt megpróbáljuk leírni, akkor az a kérdés, hogy közeg, ami itt a kettő között van, amit mondjuk nevezünk erőtérnek, az milyen kapcsolatban van ezzel a testre? Erre a testre van egy jellemző, nevezzük Q-nak, úgy szokás mondani, egy csatarási állandó, mert hogy csatolódik hozzá ez a test, a környezet. Erre jellemző. Valami itt körülöttem van, ez mondjuk az elektromos erőtér, ez arányos ezzel a akkor elmegy ide, addig kicsit megváltozik. És az a megváltozás, tehát ebben a ponton az elektromos. Ide érkezünk, akkor az itteni E, az ott létrejött hatás, a Q1, és valami, ami attól függ, hogy milyen messzire vagyunk, hogy miért az a távolságnak a függvénye. Jó? Tehát ezzel akkor össze kell szólni, mert a távolságban gyengíti a hatást. Ide jön ez a másik test. Arra meg az, van egy olyan jellemző, hogy ő mennyire érzékeny. Akkor azzal meg kell szorozni, és akkor az erő, az a Q2, szorozva ezzel az erő. Ha beleteszed, már is azt kaptad, hogy Q2, Q1, valami távolság függvénye. Amit kérdeztem, hogy miért a szorzat, az ezzel a képpen magától értetődővé válik. Az egyik lépésnél az egyik testnek a mezőhöz való csatolása jelenik meg, a másik lépésnél a másik testnek a mezőhöz való csatolása, már csak az egy függvényt kell kitalálni. És erre viszont most már a matematikán belül tudunk választani, hogy azt mondja a Maxwell törvény is, meg a Newton törvénynek a átfogalmazása, hogy az erővonalak azok a töltésekből indulnak ki, vagy a testekből indulnak ki, és befutnak a másik töltésbe. És közben itt a semmiben nem keletkeznek. Erre mondják azt, hogy ahol nincsenek töltések, ott nincs forrása a mezőnek, egy forrásmentes mező. És a szintészta egyszerű matematika olyan, hogy az elsőseim ebből vizsgáznak, hogy gömbszimmetrikus esetben a forrásmentes mezőnél ez az F függvény, ez konstans plusz. Ez tisztán matematikára kijön, és így mind a kétféle fizikai törvény levezethető azon az alapon, hogy a két test a mezővel hat kölcsön, és a mező forrásmentes, ebből kijön a kétféle törvény. Na most ez így nagyon egyszerűnek hangzik, és azt gondolja az ember, hogy másfajta erőtereknél is hasonló a helyzet. Tehát például a gyenge kölcsönhatás, akkor sokan keresik, hogy vajon a két neutrino közötti ható erőt, gyenge kölcsön, azt hogy tudjuk hasonlóképpen együtt. Nem. A fizika sose unalmas, mindig jönnek újabb ötletek, és újabb meglepetések. Nem ismétli magát. Itt volt két nagyon hasonló ötlet. De például, amikor a mágnességet akarjuk leírni, ott már nem ilyen helyzet. Sokáig erőszakolták, és a régi elektronikának a könyvekben nagyon párhuzamosan tárgyalták az elektromosságot, meg a mágnességet, aztán egy idő után meg kellett valaniuk, hogy nem létezik mágneses töltés. Nem monopólus. Monopólus nem létezik, így van. Másrészt kiderült, hogy a mágnességnél a lényeges létrehozó az nem egy állótest, hanem a mozgó töltés. Az áramok hoznak létre. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy sebességtől függő erők. Aztán kiderült, hogy ahhoz, hogy az egyik helyről eljussuk a másik, tehát amikor nem statikát vizsgálunk, annak hullámnak terjedni. Nem a mostani eset, hanem a másik testnek egy korábbi állapota számít, mert mire odaér a hatás, ahhoz valami idő kellett. És végül eljutottunk már a kvantummechanikában, hogy már egyszerűen erőtörvény sem írható föl, mert az erőfogalma nem alkalmazható. Kvantummechanika le tudja írni a kvantummezőelmélet a részecskék közti kölcsönhatást, de nem a hagyományos erővel. És akkor már nem is érdemes keresni az erőtörvényt, mert nincs, mert erő sincs, hanem valami más. Tehát nem ismétlődik a játék, ez egy nagyon jó paradigmaváltása, új szemlélettel, amit Faraday bevezetett, és aztán Maxwell matematikára kidolgozott, azzal egységesen le tudtunk írni egy csomó jelenséget, de nem minden. Újabb jelenségeknél újabb matekokat kell kitalálni. A kedves nézők közül, aki nem mindenki fizikus, fölmerülhet a kérdés, szerintem tegyél minket vissza a Hobbitnak, hogy a Coulomb törvényben van pozitív töltés, negatív töltés. Igen. A gravitációs terében nincs pozitív tömeg, meg negatív tömeg. Miért? Miért nincs negatív tömeg? Na hát ezt már a általános relativitás elmélet mondja meg, aminek az alapja pedig a... Bocs, akkor megint kell egy képlet. De csak egy. Nem, semmi gond. Oda néz, tudod is. Szuper. Ugye azt mondja Newton, hogy tömegszer gyorsulás egyenlő az erővel. Ez az úgynevezett tehetetlen. Newton meg azt mondja, hogy a gravitáció, ez pedig a súlyos tömeg szorozva g-vel. Már maga Newton is tudta, hogy a tehetetlen tömeg és a súlyos tömeg az ugyanaz. De lehet egyszerűsíteni, tehát hogyha mt egyenlő ms-sel, akkor marad az, hogy a egyenlő g.
minden test ugyanazzal a gyorsulással esik egy adott helyen. Állítólag, hogy ezt mérte ki Galilei a Pizai Ferdetoronyban, de a későbbi kutatások szerint nem dobáltak a köveket, mert annyira biztos volt az igazából, hogy inkább nem végezte el a kísérletet. Ezt nem ajánlom semmi mostani kísérleti fizikusnak. Mindenesetre, amikor a Holdra elmentek az űrhajósok, bizonyára többen látták azt a videót, az egyik első dolguk az volt, hogy leejtettek egy libatollat, meg egy kalapácsot. És a Holdon, ahol nem szólnak be ilyen másodlagos dolgok, mint a légelés, tényleg egyszer estek el. Ne felejtsük el, hogy aranyárban kellett elvinni ezeket a dolgokat a Holdra, de azért, hogy egy iskolai videót lehessen csinálni, ezt ők elvitték a kalapácsot a Holdra, és le is ejtették. Képzeljük el ezt, hogyha mondjuk negatív lenne a tömeg. Van egy test, itt a Föld vonzza, itt a test. Akkor a Föld vonzza rá, de mivel, hogy negatív a tömege, ezért egy ilyen erő hat. De fölfelé. De hogyha negatív a tömege, akkor az erővel ellentétes irányba gyorsul, tehát ő továbbra is gyorsul. Hiába pozitív, hiába negatív a tömeg, amikor egyszerűsítünk vele, ez jön ki. Minden testnél egyszer esnek. Most mi van az elektromos esetben? Az elektromos esetben azt mondjuk, hogy MT tömeg, tehát ez az erő, egyenlő az a töltés. Itt nem lehet egyszerűsíteni. Ha töltés pozitív, ha töltés negatív, akkor különböző irányban, tehát ugyanabban az erőtérben az egyik test erre kanyarodik, másik test arra kanyarodik, aminek meg nulla a töltése, meg megy egyenesen. Tehát a lényeg az, hogy ez a kettő egyenlő. Remélem mindenki tudja, hogy ki az, aki ezt 9 tizedes pontossággal kimérte. Ki volt? Ötves Loránd volt, aki ezt kimérte. 1990-es években végzett méréseivel 9 tizedes pontossággal kimérte, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenlő. Most volt 170. Most 175 éves, 175 és igen, a nyáron voltak az ünnepségek, mert akkor volt a születésnap, de az akadémián, aztán most itt az ősszel tartják a rá vonatkozó mindenféle emlékülepségeket. A fizikai szemlének a november és decemberi száma az ötvös külön szám lesz, és abban jelennek meg mindenféle cikkek. Mi is írtunk Csertő Józsóval egy cikket arról, hogy ötvösnek az egyik cikkében volt egy érdekes szám, amit nem magyarázott meg, és kinyomoztuk, hogy került oda. Szóval nagyon érdekes dolgoknak jutunk a nyomába. Ötvös nem csak kísérleti fizikus volt, hanem előzetesen számításaink szerint több hónapos számolásokkal készítette elő a méréseit, kitalálta, hogy lesz optimális, hogy lesz a legkevesebb a kísérleti hiba, és mivel, hogy ő elég jó matematikai képzést kapott Németországba, elvégzett egy csomó olyan számolást is, ami mi számítógéppel csinálunk, és úgy gyorsan megy. Ezért, hogy tényleg meg lehet kézzel csinálni, én kézzel utána számoltam. Tehát, hogy az akkori eszközökkel valóban papíron, ceruzával is ki lehetett számolni, és ki lehetett, és ezért biztosak vagyunk, hogy ötvös kiszámolt. Na, ő nagyon sok mindent megcsinált, és majd mindjárt lesz arról szó, hogy az antianyaggal kapcsolatban. Na, lapozzunk, mert szerintem az a következő, ugye a tömegvonzás, és van egy friss mérés eredmény, múlt héten jelent meg a Nature-be, hogy az antianyag ugyanúgy esik lefelé, mint a normál. Így van. Az ember ránéz erre, amit most mutattam, akkor mindenkinek ez triviális, hiszen minden anyag, akármilyen tömeg van, lehet egyszerűsíteni. Amikor Einstein általános relativitásemet 1915-ben befejezte, akkor még nem ismerték az antianyagot. Az antianyag létezésére 1928-ban fölírt Dirac egyenlet alapján következtettek. 28-29-ben jelent meg a Dirac egyenlet, sokáig vitatkoztak rajta, hogy mit jelent. Na de ez az, hogy ott is az egyenlet jelent meg előbb. Így van. Ez megint a kvantumelmélet matematikájának a belső fejlődése, mert már volt a relativitás elmélet, volt a friss kvantumelmélet, a kettőt össze kell házasítani. Dirac zsenie kellett ahhoz, hogy olyan új matematikai trükköket találjon ki, amiből a kettőt összeházasította, és egy új elméletnek természetesen mindig vannak nem várt következményei. És ahogy a Maxwell összerakta az elektromos és mágneses elméletet, abból mellékesen kijöttek az elektromágneses hullámok, és megmagyarázta a fényt is. Itt is Dirac egyenlete új dolgokra világított rá, amiket nem tudtak. Két évig vitatkoztak rajta, hogy vajon mi az. 31-re körülbelül kiderítették, hogy kell létezni minden részecskéhez antirészecskének. Ami ugyanolyan tömegű, ellentétes töltésű. És amilyen szerencséjük volt, egy év múlva 32-ben a kozmikus sugárzásban fel is fedezték a pozitront. Most pozitív töltés. Ugyanolyan, mint az elektron, pontosan. Na most
Ezért ezt hamar elfogadták. Utána már következtettek arra, hogy létezik antiproton, és azt már csak az 50-es években tudták felfedezni, gyakorlatilag minden részecskének ismerik az antirészecskét. Van néhány olyan, ami önmagának az antirészecskét. Antineutron? Azt is megtalálták az 50-es években. Tehát a foton önmagának az antirészecskéje, meg a semleges pion. Gyakorlatilag ez a kettő, amit ilyen. Na most, mi van az antianyag tömegével? Bocsánat, ott mellettünk, ott hönt, nem, ott arra. Mi az a két szlájd, azért ezt említjük már meg. Most ezzel a témakörrel, hogy az antianyag milyen és hogy viselkedik, ezzel kutatócsoportok foglalkoznak a CERN-ben. A CERN-ben ugye tudjuk, hogy részecske gyorsítók vannak, van egy részecske lassító is. Ugyanis nagy energiai részecskék ütközésénél létrejönnek például antiprotonok, és ahhoz, hogy azokat vizsgálgassuk, azokat le kell lassítani. És egy kutatócsoport ezzel játszott, és mellékesen, ha már lelassították, akkor megmérték a tömegüket is. Az elmélet szerint ugyanannyi tömege van, mint a protonnak, de hát azt nem árt, ezt ellenőrizzük. Ott látható az alsó sarokban Sotér Anna régi tanítványom és kollégám, aki ott dolgozott a CERN-ben, ennek a mérésnek a egyik tagja volt, és ő tartott az atomcsínsorozatban előadást egyebek között erről, hogy az antianyag súlya, azt hiszem, az volt a címe az előadásnak. Azóta tartott egy másik előadást is, ötves kísérlet exotikus anyagokkal. Ötvös kísérlet ugye az, hogy nézzük meg, hogy egyforma a tehetetlen meg a súlyos tömeg, de olyan furcsa anyagokkal dolgoznak, mint van egy hidrogén atom, ahol egy műon és egy elektron kering egymás körül, vagy a proton körül egy műon kering, vagy egy pion. Ezek nagyon rövid ideig létező objektumok, mert a megfelelő elemi részecskék elbomlanak. De ahhoz azért elég ideig, hogy sok keringést meg tud tenni egyik a másik körül, és hogyha eléggé lelassították őket, akkor lehet például olyan kísérletet végezni, hogy hajítsuk le őket, hogy nézzük meg, hogy leesnek, és úgy esnek-e, mint hogyha a ferdetoronyban pottyantanál, ugyanakkor a gyorsulással esnek el. Erről szólt az ő előadása. Uh-huh. Na most tehát ezeket a kísérleteket elvégzik, de nagyon érdekes és nagyon jó, hogy ezeket pontosan megmérik, de ugyanakkor semmiféle elméleti ember egy percig nem kételkedett abban, hogy pozitív lesz az eredmény, hogy ugyanúgy fog esni az antianyag, mert Einstein óta ezt tudjuk. Uh-huh. Na most miért merült fel egyáltalán az, hogy nem ez a helyzet? Van egy nagy rejtély, ami ma is a tudomány egyik nagy rejtély, a kozmológiának is, hogy hova lett az antianyag. Az ősi tűzgömbben egyforma mennyiségben volt jelen anyag meg antianyag, hiszen mindenféle fotonok meg egyéb részecskék keltették a párokat, amik szétsugároztak. Fennállt a termodinamik egyensúly, ha valakit ez érdekel, erről szól a feltámadás, vagy halálból című atomcsír előadás, hogy milyen volt ez az ősi tűzgömb. És viszont utána, amikor a részecskék szétsugároztak, akkor maradt is körülbelül 10 milliárd proton és 10 milliárd mínusz egy antiproton szétsugárzásából maradt egy csomó foton, ezek alkotják most a hátérsugárzás, és maradt egy proton. Meg persze egy elektron is. Utána ezek álltak össze, és ebből vagyunk mi, ebből a maradékból. Na de miért volt egy picivel több? Ez ma is nagy rejtés, senki nem tudja. Egy ideig azt az ötletet vetették föl, amikor elkezdtem ilyeneket olvasgatni a 60-as években, magyarul is megjelent egy ilyen könyv, amelyben ezt természetes megoldásként közölték. Mert az anyag vonzza az anyagot, anyag taszítja az antianyagot, az antianyag vonzza az antianyagot, ezért egyik helyen összegyűlik az anyag, másik helyen összegyűlik az antianyag. Milyen világ lesz ebből, mint a csaktábla. Egyik helyen csomó anyag van, másik helyen csomó antianyag, aztán... És akkor persze ezt térbeli csaktáblaként kell elképzelni, és például azt mondták, hogy ezért van a galaxisok. Az egyik galaxis az anyag, másik az antigalaxis, és így tovább. Na most ez nem igaz. Miért? Megint csak a valóság és a matematikai modellnek a kölcsönhatásról van szó. Meddig tart egy galaxis? Hát ott a körök, hogy látszik. Na de azon kívül is van anyag. Tudjuk, hogy körülöttem még kering. A legkülső bolygó az a Terminus, ahol az alapítvány székel, mint tudjuk, de azon kívül mi van? Kísérő galaxisok, meg kosza, és van még egy csomó gáz. És a két galaxisnek a gázfelei valahogy össze. Hogyha egyik anyagból, másik antianyagból lenne, akkor szószoros értelmében határvillongások lennének a határon, ahol az elektron és a pozitron megfelelő 500 megaelektron voltos
vagy most a fél meg elektronvoltos gamma villanásokat kelteni, és ezt kéne látnunk mindenféle galaxis határól, de nem látjuk. Nem a szomszéd. Magának a galaxisnak a fényéből nem tudjuk megállapítani, hogy antirényból van vagy nem, mert a fotonnak önmaga az antirészecskéje, antirényekben nem tudjuk mit világítani. De a határokon megtörténnek ezek a határvillogások, nincs antianyag a látott világban. És ezzel a modellel próbálták megmagyarázni, hogy majd jön egy fizikai törvény, ami megmondja, hogy az anyag és az antianyag az így meg úgy viselkedik, és ezért az anyag taszítja az antianyagot, nem vonza. Tehát egy ideig ez a kozmológus, vagy a relativitás elméletével foglalkozók egy percig nem vették ezt komolyan, de ilyen részecske fizikai és kozmológiai irányból jött egy nyomás, hogy hát ha van egy ilyen fizikai törvény. Ezek a mostani mérések azt mondják, hogy nem, az anyag és az antianyag egyformán esik, és ezért ez a része ki van pipálva a dolognak, de továbbra is fennáll az a rejtély, amit valahol majd a kozmológiában meg kell magyarázni, hogy na akkor vajon hol lett az antianyag. Ezt ma sem tudjuk, vannak rá ötletek, de továbbra is nagy rejtély. Akkor azt hiszem, hogy hajtottuk, igaz? Az jöhet a általános relativitás és a fekete. Ez az ijesztő képlet, mert ugye Einsteinnek a gravitációs egyenlete. Az általános relativitás elmélet az két fejezetből áll, hogy adott téridőben, hogy mozog az anyag, kettő, miért olyan adott téridő. Mi mondja meg neki, hogy milyen. Ez az egyenlet a bal oldalán, ugye az R, Riemann, akit már emlegettem, akkor már egy pillanatát érjünk ki, ez is egy nagy paradigmaváltás. Többen hallottak a bolyai geometriát. Euklideszi geometriát azt annak idején úgy gondolták, hogy az a világnak a geometriáját, nincs más. A háromszögek olyanok, mint Amerika, ott vannak, csak fel kell fedezni őket. A axiomatikusok később másképp gondolják, és Bolyai is azt mondja, hogy a semmiből egy új más világot teremtettem, tehát kidolgoztam ezt a matematikai szabályrendszert, amelyben új dolgok jöttek létre. Na mindesetre nagy meglepetést jelentett a világnak, amikor 1820 körül Bolyai, Lobachevsky és kicsit korábban is nem olyan részletesen Gauss kidolgozták az új geometriát. Mind a hárman azonnal rájöttek arra, hogy ha nem egy geometria van, hanem több, mai nyelven azt mondanánk, hogy a geometria ezzel a fizikai fejezetével vált. Ugyanis kísérleti kérdés eldönteni, hogy a valóságban milyenek, hogy a háromszögeknek a szögei azok nagyobbak, kisebbek, vagy egyenlőek 180 foknál, tehát melyik geometria az igaz. Gauss csinált is egy olyan kísérletet, akkor még elég jól megfizették a tudósokat, volt neki két famulusa, fölzavart őket két hegyre, meg fölment a harmadikra, és megmérték háromszög szögeit. És 180 fok volt a mérési hiben belül. Nem volt elég pénze, mert hogyha három bolygóra zavarta volna föl őket, és megmérte volna a három bolygó közti háromszögnek a szögeit, akkor kiderült volna, hogy ha közben van a nap, akkor nagyobb a háromszög szögeinek összege, mint 180 fok, ha nincs közben, akkor meg kisebb. Mindesen mind a hármat, Bolyai, Lobachevsky és Gauss is úgy gondolták, hogy egyetlen mérés eldönti, hogy a három geometri, vagy a két geometri közül melyik igaz, mert a geometria mindenhol ugyanolyan. Riemannnak a zsenie kellett ahhoz, hogy azt mondja, bocsánat, a geometria helyről helyre változik. Eddig akkor olyan gondolkodtak, mint a sík, vagy a gömb, ami mindenhol egyforma. Riemann felfedezte a nyúlszínék gömböt. Így dudorodik, úgy homol, és ez még csak a feje. Tehát ilyen geometria. Érdekes módon Gauss ezt már megcsinálta korábban a felületekkel. Riemann terjesztette ki ezt tetszőleges dimenzióra, tehát azt már nem lehet elképzelni, ott már csak a matek működik, hogy a sokdimenziós görbült tereket, hogy milyen matekkal lehet leírni. Na, ez volt az, amit föltettek a polcra, és amit Marcel Grossmann levett Einsteinnek is odaadta. Az az R ottan, az a Riemannról elnevezett Riemann-féle tenzor, ami a görbületét írja le. Egy nagyon fontos dolgot akkor már hadd mondjak el, mindig jöttek ilyen emberek, hogy melyik tér a görbültebb. A görbülést nem lehet egy adattal jellemezni. Ennek a tenzornak ennek rengeteg komponense van, tehát igazából 20 adat adja meg azt, hogy egy adott pontban mennyire görbült. Most akkor egyik így görbült, másik úgy, nem mondhatom az egyik görbültebb, mint a másik. És ez már annak egy egyszerűsített verziója, tehát a 20 adatból csak kevesebbet tartalmaz. Lényeg az, hogy azaz nagy R betűvel jelölt Riemannról elnevezett akármi, az jelenik meg az egyenletben, meg a G az a metrikus tenzor, az magának a térnek a tulajdonságai,
a G-nek a derivátja, ebből lehet összerakni az R-et. Lényeg az, hogy a bal oldalon a térnek a tulajdonsága van. Ott van az a nevezetes lambda, a nagy görög lambda, amit Einstein utólag passzított bele ebbe az egyenletbe, amikor rájött, hogy enélkül levezetett egyenlete, nem írja le azt a statikus világképet, amiben mindenki felnőtt. A Brunot még megégették azért, amikor azt mondták, hogy a tér végtelen, és mindentől teli van csillagokkal, később annyira elfogadták ezt a modellt, és állandó. Jó, lehet azt mondani, hogy egy adott pillanatban teremtette az Úristen, aztán később évmilliókig eljárt tengelyen, az Úr meg pihen, de azt is lehet mondani, hogy végtelen ideig létezik. Volt valaki, aki rájött arra, hogy a newtoni gravitáció elméletnek ellentmond. Ha végtelen ideig léteznek a csillagok, akkor miért nem vonzotta össze őket a gravitáció? Ez a valaki maga Newton volt, aki érezte, hogy az elméletben ellentmondás van. Mindenesetre hát ezt a képet elfogadták. Einstein azt gondolta, hogy most megcsinálja az új gravitációs elméletet, abból majd kiír ez a statikus világ. Nem jött ki. Ezért meghekkelte, és utólag beletette azt a lambdát. Na jó, de ez akkor végül is azt mondta, hogy a fizikus, mert végül is mondjuk az Einstein fizikus volt, akkor azt mondta, hogy hát ez az egyenlet nekem nem tetsző eredményt ad, akkor módosít. De ez nem bug, ez feature. Így működik a tudomány. Hadd mondjak még a legelsőhez valamit, hogy a matematika működik. Igen. Ugye mondtam, hogy a fizikai modellnek a modelljei a matematikai modellek. De miért működik a tudomány? Lehet másféle matematikai modellt is csinálni, például rengeteget vitatkoztak a Szent Háromságon, ami ugye három dolog, és egy, de most abból nem lehet matematika rendszer kifejezteni. Aki ebben hisz, az úgy jól megvan, de erre nem lehet technikát építeni. A matematika egy olyan modell, amit jól lehet használni, ott, ahol működik. Ahol nem, akkor másik modell kell. Például tudjuk, hogy a birkák összeadásánál 3 meg 5, az 8. Oké, kövekénél is. De például a sebességek összeadásánál menjen egy űrhajó 2/3 fénysebességgel, arról kiülnek egy szondát 2/3, az nem 4/3 fénysebesség lesz, hanem 12/13, kiszámoltam. Jó, miért? Nem igaz a matematika? Nem. Az a matematikai modell, hogy a sebességek, vagy az, hogy a sebességek úgy viselkednek, mint a birkák, az nem igaz. Matematikában van másik összeadás is, és akkor a matematikának másik fejezetét kell. Ha csinálsz egy matematikai modellt, ami valamennyire illik a valóságra, de nem jól illik, akkor módosítod a modellt, és ez nem baj, így kell csinálni. Na most időnként az ember rossz irányba teszi. Tehát például, amikor elhitte egy ilyen évszázadok óta berögződött világképet, hogy a univerzum statikus, átcsalognak, akkor már nem álló csillagok, álló galaxisok, az égen is nem csinálnak semmit, akkor egy friss elméletet ehhez hozzá tudok passzítani. Később, amikor rájöttek, hogy a galaxisok távolodnak, akkor Einstein ezt visszavonta. Van egy nevezetes kép, Hubble ott a pipájával, itt Einstein belenéz a távcsőbe, persze azt nem látja, hogy vörös eltoldás szemének a galaxis is, de együtt lefényképezték őket. Ez itt Einstein, ez itt Hubble, ez itt a távcső. Oké, rajta vannak a képen. És Einstein akkor azt mondta, hogy ez nagy tévedés volt beletenni. Viszont nagy embereknek a tévedései nagyok. 90-es években kiderült, hogy kell a lambda. Mert a táguló világegyetem leírásához is jól jön a lambda, és most tegyük fel azt a videót. Van egy videónk. Íme. Ugye nagyon szépen néz ki. Ezt egy differenciálgyert megoldó számítógépes program csinálja, ami a neten bárkinek elérhető, be kell írni az egyenletet és lerajzolja a megoldásokat. Azt viszont, hogy mit ír bele az ember, most kérem ezt a videót, mit írunk bele, az már a mi dolgunk. Hát itt én írtam fel az egyenleteket, ez az univerzum tágulását írja le. A vízszintes tengelyen egy olyan adat van, ami lényegében a univerzum pillanatnyi méretével arányos, tehát még két galaxis távolságával, függőlegesen pedig a kozmológia állandó per az energiasűrűség. Most ez nem annyira érdekes. Az egyes görbék a lehetséges pályákat írják le, hogy az időben fejlődve, hogy változik az univerzum, hogy ezek az adatok hogy mennek. Ez a pötty, nem tudom mennyire. Ott van. Nyomom, ott van? Ott van. Ez a nagy bum. Láthatóan onnan jönnek kifelé, tehát ott kezdődnek a görbék, és mennek szalfé. Ez a másik pötty. Ez a nagy recs. A van. A görbék egy része, tehát innen oda átmegy, és akkor a nagy recsben ér véget a világ. Ez itt középen, itt van egy pötty, talán látszik. Ott hiperbolikusan találkoztak a vonalak, az az Einstein-féle statikus univerzum, amit akkor kapott, amikor beírt a lambdát az egyenletbe, ott akkor ott átcsorognak,
olyan, mint a hegyére állított szerúza. De ha nem pontosan az teszem, akkor azonnal elviszi az áramlás, az egy instabil hely. Ez volt, erre rámutattak Einsteinnek, hogy az általa kidolgozott modellt hibás, mert egy tüsszentés szétviszi. Ha onnan abból a pontból elmegy egy kicsit, akkor... Mindenesetre az, hogy milyenek az univerzum adatai, azt nem tudjuk. Ezt tudja nyújtani, ezt az ábrát, a standard kozmológiai egyenletrendszer, tehát amit Einsteinnek az előbb felírt egyenleteiből le lehet vezetni, azzal a hipotézissel, hogy az univerzum egy adott pillanat kozmológia, mindenhol egyforma, gömbszigmetrikus, és így tovább. Hogy melyik görbén vagyunk, azt viszont a kísérletieknek kell eldönteni. Az 1990-es évektől kb. 2010-ig rengeteg egymástól független mérés történt, és annak a segítségével kb. El tudták helyezni a jelenlegi univerzumot itt. Ez egy nagyon érdekes kör. Itt nem látszik sajnos, itt van egy olyan görbe, aminek mentén az univerzum sík geometriájú. Tehát a jelenlegi tér, az se nem pozitív, se nem negatív görbületű, ott van, az is egy instabil vonal. Hogy még mindig rajta vagyunk, az egy érdekes dolog, és azt az inflációval meg egyébben lehet megmagyarázni. A kérdések között szerepelt az, hogy mostanában nézői kérdések között volt, hogy nagy vita van, mert Hubble feszültség, ami azt jelenti, hogy a Hubble-féle tágulási törvényben valami ellentmondást találtak. Hát ez pontosan, ha már itt van, akkor ezt megmutatom. Van egy olyan mérésünk, ami körülbelül erre a pontra vonatkozik. Tehát a háttérsugárzást tudjuk olvasni, hogy az milyen volt. Háttérsugárzás jelentésével. Van egy másik mérés, ami a mostani állapotnak a környezetére vonatkozik. Ha jól megnézzük, akkor megint mutathatok valami... Bocsánat. Jó, akkor megyünk a táblára. Szóval látszik is. Ja, másszak be középre. Bejövök középre, egy tárú. Én leszek itt a kozmológiai állandó. A fejemből kilóg egy lambda. Szuper, én leszek Lambda László. Hát itt van ez a kezdő nagy bummos pont, és innen mindenféle görbék mennek szaszni. Két különböző görbék errefelé. Az, hogy nem megyünk el a nagy recsbe, az már oké. Mert ezek mennek a végtelenbe, tehát végtelenségig tágulnak. Ha innen van egy mérési pontom, meg innen van egy mérési pontom, az nem jó. Miért? Mert nem ugyanazon a görbén vannak. A matek megmondja, hogy ha itt volt, akkor erre kell folytatódni. Ha meg itt van, akkor itt régebben a másik ponton kellett volna. Most ezek nagyon közel vannak egymáshoz. Néhány éve a mérési pontoság azt mondta, hogy valahol itt vagyunk, meg valahol itt vagyunk, és akkor nem volt ellentmondás. Mert a mérési pontosságon belül ez a tartomány ebben a tartományban fejlődik. Azóta pontosodtak a mérések, és akkor már fölépett egy ilyen diszkrepancia, hogy az egyik nem közvetlenül folytatódik a másikban. Mit jelent ez? Egy, vagy rosszul mérted, de annyiszor megismételték már, hogy már ja, most éppen amit legutóbb közé tettek, hogy a webben ellenőrizték, hogy ezek a mérések pontosak. Az azt jelenti, hogy a modellben van valami. Tehát ez a fejlődés leíró, az ábra, amit az előbb mutogatom, az emögött levő elmélet, ez valahol nem stimmel. Mi az az elmélet? Az elmélet azt mondja, hogy ugye korábban az anyag forró állapotban volt, és amikor lehűlt, akkor csak volt háttérsugárzás. Azóta lényegében az atomos anyag a háttérsugárzástól függetlenül tágul és hűl. Ebben a képletben az volt betéve, hogy az atomos anyagnak az állapot egyenlete. Ott az egyenlet jobb oldalon, az a nagy T betű, az anyagnak bizonyos tulajdonságát jelenzi, elegánsan úgy hívják, hogy energiaimpulzus tenszer. Abba kell beírni azt, hogy miféle anyag kell a gravitációt. És az a hipotézis, hogy a háttérsugárzás lecsatolódásától mostanáig egy bizonyos típusú anyag volt jelen, és más nem dumált vele, az vezetett ehhez. A modellből hibás dolgok jönnek ki, akkor ezt a modellt kell finomítani. Ez nem baj, mert úgy működik a tudomány, hogy újabb ellenőrző mérések alapján finomítjuk a modellt. Ebben bele van építve az úgynevezett sötét anyag, meg sötét energia. Lehet, hogy valamelyikről rossz hipotéziseink vannak, keveset tudunk róluk, de beszoktuk ideérni ezeket az elemeket. Lehet, hogy azokat valamit módosítani kell. És akkor majd kiderül, hogy igazából melyik görbén vagyunk, vagy kicsit másképp mennek a görbék, és lesz egy olyan görbénk, ami átmegy a két ponton a két mérés eredménye. A természettudományban mindig a
mérések a végső döntőbírók, akár minden szépen mindenkinkor el kell dobni, vagy módosítani. Mindkét életi fizikus, de ez megfigyelő csillagászt. Hájjal. Minden fizikus tudja, minden az első órától kezdve. Tehát a végső döntést, azt a, ad mondjuk egy példát, egy nagy hatyamester, aki a nukleáris asztrofizikának az első számításait végezte, tehát a csillagok, hogy gyártják az atomokat. Ugye ő dolgozta ki a steady state, az állandóállapot univerzumnak a modelljét, hogy a táguló világban mindig újabb részecskék keletkeznek, és mindig ugyanúgy tág. Aztán felfedezték a háttérsugárzást, azt jelentette, hogy az univerzum nem volt mindig olyan. Hát akkor hogy addig varázsolt, amíg előhúzott 64-ben olyan modellt, ahol a mi kis világunk egy pici része egy sokkal nagyobb és sokkal bonyolultabb, átlagosan állandó állapotú világnak, és ebben a háttérsugárzást is meg lehetett magyarázni. Ez élt ez a modell sokáig. Egészen 89-ig, amíg fölvették a Kobimir oldalt, ami az űrben megmérte a háttérsugárzás hanggörbéjét, ami nem volt azonos, mert hogy nem hülyeségeket beszélt, hanem rendes elméletet csinált, és abból is ki lehetett számítani, hogy szerintem ilyen a háttérsugárzás eloszlása. És nem olyan volt. Mm. És hogy be volt, akkor visszatadom az elméletet. Becsületes tudós, akár egész életet. Rado erre baszott az elméletet, és amikor megkapta a cápolatotok, azt mondta, sorry. Tehát nem úgy, mint azok, akik a neten, de én jobban tudom, nem, hogy becsületes tudósként ez visszavolt. Na hát akkor ugye ez a Einstein egyenlet, ami egyenlet között jól leírja az univerzum tárgyalását. De ugyanez leírja ugyanez a fekete lyukakat is. Fekete lyukakat is, ezt nézzük már meg. Itt a fekete átverése a lyukakra. És ez azt akarja mutatni, hogy a piros, ami alul van, az összeomló csillag, a fekete pedig az esemény horizont, és vannak a belső, és ott vannak a fénykupok. Akkor most ismételt rajzolni kell. Fölfelé múlik az idő, mint a tisztességes. Akkor én visszaülök, ide a fekete lyuk majd így átszúrja a fejemet itt így valahogy. Ideülök, és nézek okosan, te pedig ott rajzol. A speciális relativitás elmélet vezette be a fénykupoknak a fogalmát, és az általános relativitás elmélet azt mondta, hogy az anyag befolyásolja azt, hogy milyen a téridő geometriája. Itt most föl valahogy felremúlik az idő, itt van egy esemény, ugye ez azt jelenti, hogy valahol, valamikor. Innen egy másik eseményben, hogyha jelet akarok küldeni, akkor nem tudom akár, vagy hát a hagyományos fizikában sem lehet a múltba jelet küldeni. Itt kiderül, hogy valahogy, ez persze több dimenzióban kéne rajzolni, nem megy, van egy ilyen fénykúp, erre fele tudok jelet küldeni, innen érkezett hozzám jelet, de ide nem tudok küldeni jelet, mert ahhoz fénysebességnél gyorsabban kéne üzenni, azt meg nem lehet. Jó, erre mondják elegánsan, hogy ez a téridő kauzális szerkezet, a kauzális az az okságot jelenti. Ez a központban levő esemény, az lehet oka ennek, ami fönn van, mert most pont nem látszik, amit... Igen, most látszik. Tehát innen lehet oda jelet küldeni. Ebből meg érkezhetett hozzám jel, tehát ez lehet a központban levő eseménynek az oka, az pedig lehet ennek az oka. Ami itt van, ezzel a központival nincs oksági kapcsolatban. Ez a fénykup. Na most a általános relativitás elmélet szerint helyileg másképp állnak a fénykupak. Egyik helyen így van, másik helyen amúgy áll, és így tovább. Ennek egy érdekes következménye, hogy lehetne azt is csinálni, hogy a fénykupok itt mennek körbe-körbe, és akkor zárt időszerű görbék keletkeznek, amit úgy hívunk, hogy időgép. Akit érdekel, erről is volt egy előadásom az Atomcsillen, tanácsok kezdő időutazóknak címmel. Itt viszont kicsit másképp kell elképzelni. Ez itt a fekete lyuknak az, ami az előző ábrán szerepelt. Ha itt kívül vagyunk, akkor itt áll a fénykúp valahogy. Jön egy űrhajó, elindul ebből a pontból, úgy érzi, hogy túl közel van a fénykúp, a fekete lyukhoz, elmehet a végtelenbe. Ha most ide megyünk ebbe a pontba, itt már így néz ki a fénykúp. Szegény űrhajós, ha nagyon igyekszik és kifele akar menni, akkor is csak itt átsorog ennek a határán, mert ennél gyorsabban nem mehet ki. Ilyen út nincs. Ez nem létezik. Aki pedig belül van, itt van, ott így állnak a fénykupok. Aki itt benn van, az már akkor is csak befele mehet, hogyha igyekezne nagyon kifele, mert már az is befelé kanyarodik. Rendben? Tehát ott minden út befelé megy. Éppen tegnap kaptam egy olyan kérdést, honnan tudjuk, hogy az anyag nem áll az esemény horizont mögött. Az esemény horizont nem egy függöny, hogy mögötte álljon annak.
aki oda bebújt. Aki bebújt, annak már zuhanni kell befelé. Mégpedig a realisztikus esetekben az jön ki, hogy tehát ilyen csillagtömegű fekete lyukaknál, hogy néhány mikroszekundum alatt beérkezik a centrumba. Centrumban mi van? Ott van a szingularitás, ott oszhat az Úristen nullával, ott véget ér a fizika, ott valószínűleg majd csak a majdani kvantumgravitáció tud segíteni. Most innen látszik, hogy a eseményhorizonton nincs semmi. De eseményhorizont nem egy fal, nem egy darab anyag. Láttam olyan sci-fi-ket, rossz sci-fi-ket, ahol így az űrhajó elkezdett rászkodni, hogy most átmentünk az eseményhorizonton. Már csak az volt rosszabb, amikor le akart szállni a földre egy űrhajó. És most beérkeztünk a légkörbe, mert a légkörnek is ugye éles fal lehet ezek szerint. Mindenesetre a szerintem tudom, hogy nem rossz. Megígéred? Igen. És akkor inkább úgy kell elképzelni a fekete lyuk határát, mint a repülésnél a no return point. Elindul egy repülő, határozott mennyiségű kerozinnal feltöltve Amerikában. Kiderül, hogy baj van, visszafordul lesz. Az óceán fölött van egy pont, ahonnan már nem tud visszafordulni, mert már nincs elég üzemanyag, hogy visszaér. Kénytelen tovább menni, aztán vagy sikerül, vagy nem. Mindenesetre van egy ilyen visszatérés utolsó pontja. De ott nincs egy piros csík festve az óceánra. Ott nincs egy nagy fal. Azt csak ki kell számolni, hogy itt van ez a helyzet. Ha valaki esik a fekete lyuk felé, semmi különös nem történik ott, amikor átrahat az eseményhorizonton, azt csak ki kell számolnia, hogy hoppá, onnan visszafele nincs út. Másik, amit mindig felszoktak tételezni tévesen, fekete lyukon belül más, tehát eseményhorizonton belül más a fizika. Általános relativitásban miért kiinduló pontja az, hogy a téridő minden pontja egyenértékű. Úgy matematikai beszúrjuk, hogy egy sokaság. Az olyan, mint egy sima felület, minden pontja kicsiben ugyanolyan. Szembe például a kúppal, aminek a csúcsa az speciális pont. Egy gömbnek, vagy egy tórusznak, vagy egy penésznek minden pontja egyenértékű. Az eseményhorizonton belül is. A helyi dolgok mindenhol ugyanolyanak. Vigyázat! Ha viszont messzire nézek, és megnézem, hogy messzire, hogy jön ide a fény, akkor a világ távoli részét másképp látom. Szóval arról lehet érdekes szimulációkat csinálni, hogyha beestem a fekete lyukba, akkor hogy érkezik hozzám a fény, és a világ külső részét, hogy látom, hogy nagyon furcsa torzul. De ott nincs semmi különös fizika. Egészen addig nem remélem meg a szingularitásban, ott aztán tényleg vége a világnak. Jó? És akkor jöttek még ilyen szövegek, megint gyakori félreértés, hogy bizonyos kritikus sűrűség fölött az anyag fekete lyukká esik össze. Nincs ilyen kritikus sűrűség. Sűrűséget úgy számoljuk ki, a tömeget elosztjuk a térfogatba, a térfogat az, mondjuk a méretkövével arányos. A fekete lyukaknál az eseményhorizontnak a sugara az arányosan benne levő, a őt létrehozó tömeggel. Ha ezt behelyettesítjük, az jön ki, hogy a sűrűség, tehát a tömeg osztva a térfogattal, az 1/1 tömeg négyzetes. Nagyobb fekete lyuk, nagyobb tömegű fekete lyuknak jóval kisebb a sűrűsége. Egy galaxis magban levő milliárd naptömegének, annak egészen kicsi, tehát ilyen vákum, földi vákum sűrűségű. Nem arról van, hogy a marha sűrű anyag az fekete lyuk, nincs kritikus sűrűség. Ebben adott anyag, adott méret alá esve létrehozza maga különös eseményhorizontot, adott tömeg. Szóval ez a lényeg, mert a sűrűség fogalma nem alkalmazott, és még egy okból nem tölti ki az anyag azt az eseményhorizonton belüli térfogatot. Hanem, ahogy mondtam, pillanatok alatt beesik a centrumba. Mondok egy jobb hasonlatot, ez se jó, de azért sokkal jobb. Úgy képzeljük el, hogy a téridőre valaki csomót kötött és elment. Ott van a csomó. Stimmel? Nincs már ott az, amit csinálta, az ugye beesett a szingularitásba, meghalt béke szingularitására, de a csomó ott maradt. És akkor gyűrve van a téridő. A fekete lyuk az egy ilyen csomó a téridő. És emiatt, ha kifele megy az ember, akkor ott lát valamiféle ilyen gyűrődést. Honnan tudjuk, hogy mekkora tömeg? Honnan, hogyha messzire nézzük, akkor ennek a gyűrődésnek a távoli farka, ahogy lecseng, az összehasonlítható, mert megvannak az általános relativitás elméletben a közelítő képletek, hogy kell ezt a klasszikus newtoni gravitációval összehasonlítani, az is egy 1/1-re, mint a newtoni potenciál. És leolvassuk azt az adatot, és ebből tudjuk mondani, ez pont úgy gyűri messze a téridőt, mint egy közönséges csillag, aminek M tömege lenne. Ez az M, amit itt leolvasunk. Ez nem a benne levő anyagnak a tömege. Nincs benne anyag. Eltűnt a szingularitásban, nincs ott. Tehát egyszerűen nem lehet arról beszélni, hogy mennyi tömeg van a fekete lyukban. De hova kell? Azt nem tudjuk. Mondaná, nézzük. Ezt én mindig megmondjak. Elmélet majd, de ott, ahol a szingularitás közelében vagyunk, ott már valószínűleg nem érvényes.
és az elméletünk. Majd, amikor sikerül egyesítenek kvantumelméletet a gravitáció elmélettel, ugye mindig mondom, hogy 2052-ben osztják ki a Nobel-díjat értet. Valaki megkérdezte, hogy miért, ezt mondom. Onnan tudom, mert időképes előadás kapcsán kérdezték, hogy jártam ott időgépbe. Nem, azt történt, amikor Marzio ezt nekünk tanította, azt mondta, hogy amikor maguk 100 évesek lesznek, akkor már talán meg lesz a kvantumgravitáció, mert hát én 2052-ben leszek 100 éves. Logikus. Na szóval akkor már talán meg lesz ez az elmélet. És az majd mond erről valamit, hogy mi van a szinkronizmusban. Addig nem lehet komolyan beszélni, mi történik, nem, mert azt mondja, odáig tudom követni az anyagot, ott már nem. Én erre azt szoktam mondani, és most lehet, hogy mindjárt teljesen hülyének fogsz nevezni, hogy amikor a kvantumgravitációról beszélgetnek, akkor valamiféleképpen nyilván hülyeséget mondok, de mindegy, javíts ki, hogy az hiányzik belőle, vagy azt kellene megvalósítani egy belső logikával, koherenciával bíró matematikai, fizikai elvet, hogy a teret kvantálni hozzá. Igen. Úgy, mint a sugárzásokat a kvant. Mert ugye maga a gravitáció azért mégiscsak a téridő elmélete. Ezt már sokszor megpróbáltam. De ezt, hogy ez lenne. Valószínűleg nem ez. Ugye nem az a kvantumelméletben nem az a lényeg, hogy kis anyagok, hanem a tárgyalásmód, az operátoros, meg ilyesmi. És az nem megy. Uh-huh. Az, hogy a tér kis kockákban van összerakva, az egy nagyon gondolat, ami nagyon hamar eszébe jutott az embereknek. Ugyanúgy az is, hogy ahogy az elektromágnességnek megvan a kvantumelmélet, tehát akkor a radiációnak beszéltünk róla, nagyon hasonlít, kis energiákon, nagyon nem hasonlít. Azt is megpróbálták, abból találták ki a gravitonnek a fogalmát, de olyan részecske nincs, és valószínűleg nem is lesz. Egyszerűen itt valami nagy ötlet hiányzik még, úgy olyan, mint annak idején, amikor helyzet meg Schrödinger a mindenféle összegyűlt atomfizikai ellentmondást, nem a addigi elméleten belül oldott, meg és új ötlettel jött, valami ilyesmi kell, és abban. És akkor lehet azt mondani esetleg, hogy egy matematika, egy új matematika igen. kell hozzá? Most én nagyon drukkolok annak, hogy már megvan. A Lovász László csoportja dolgozik az úgynevezett folytonos gráfoknak az elméletén már körülbelül egy évtizede, vagy már több, már nagy könyv is jelent, ez ugye a matematikából jött, a gráf elméletben, képzeljünk egy ilyen gráf, egyre sűrűbb, és akkor valahogy ennek a statisztikus leírása, én nem értem a részleteit, nem is tudtam elolvasni, de ez nagyon ígéretesnek tűnik arra, hogy ebben egy ilyen elméletben, vagy a téridőt nem a hagyományos folytonos módon írjuk le, nem ilyen gráfként, akkor ez egyben magyarázatot ad a kvantumelméletnek bizonyos paradoxonjai, teleportáció, meg ehhez hasonlók, és ebből ilyen emelges módon megjelenik a téridőnek az eddig ismert elmélete, és akkor ez a kettőnek valami alapja lehet. Ez nagyon jó lenne, mert akkor tényleg meg lehetne 2052-re, hiszen ez már egy létező matematikai elmélet, ezen fizikusok is dolgoznak. És ők már sok olyasmit mondtak el a matematikusoknak, ami a fizikában trivialitás, csak a matematikusok nem tudtak róla, szóval termékeny együttműködés, remélhetőleg ebből lesz majd valami. Nem biztos, nem azért csinálják, hogy kvantumgravitáció legyen, de valami ugye egészen más és kívülről jövő ötlet kell, ami mind a két elméletet megváltoztatja és összevonja majd. Én annak a veszélyét látom, hogy ugye a tudomány demokratizálódott körülbelül 100 bő évszázad, de ezelőtt, amikor sokan megjelentek egyetemeken, és bárki tudóssá válhatott, és nagyon megnőtt a tudománytermelés is, tehát rengeteg cikk jelenik meg, és én be szoktam nézni, nagyon, amikor teljesen elvetélt pillanataimban, rá szoktam nézni a matematikai szaklapoknak a tartalomjegyzékére, és akkor elborzadok, hogy minden második cikknek a címében valami matematikusnak a neve van, és annak a valamiért vizsgálják a cikkben, hogy ugye mondtad, hogy a Riemann matematikája ott volt, és akkor Einstein megkérdezte a haverját, és akkor azt mondta, de figyelj, itt van ez a matematika már 80 éve, vagy 40 éve, vagy te hány éve. Lehet, hogy már tényleg, ahogy mondod, hogy itt van, csak egyszerűen, amikor van 100 000 fizikus, meg 20 000 matematikus a világa, vagy nem tudom most milyen számok vannak, hogy egyszerűen nem tudunk róla. Pontosan, ez nagyon valószínű. Volt egy ilyen termékeny pillanat, a 80-as években, amikor egy Ed Witten nevű matematikus és fizikus, aki elég okos volt, hogy mind a kettőt jól megtanulta, elment a másik cégnek valami konferenciára, és rájött, hogy azok ugyanazzal foglalkoznak, mint a másik társaság, csak nagyon más nyelven, aztán összehozta őket, és mint amikor két folyadékot összeöntenek, a kémikusok elkezdett pezsegni, rengeteg új, egyik nyelven meg lehetett oldani olyan problémákat, amik a másikban már régóta vajudó feladatok voltak, és viszont születtek új feladatok, mindenki új kérdések, mindenki
azt remélt, hogy na majd ez meghozza a kvantumtér elméletnek az áttörését. Hát nagyon sok érdekes dolog született, de nem, nincs meg az áttörés. Szóval ilyesmi lehet, hogy valami okos ember felfedez távoli analógiákat bizonyos fizikai meg matematikai modellek között, amikről az életük egyszerűen nem tudtak, mert hát mindenki csak a saját részterületén képzett. Lehet, hogy megvan az a matek, lehet, hogy majd újból fel kell fedezni. Olyan is többször előfordul, amikor valaki újonnan felfedezte, akkor a tudománytörténészek kiderítették, hogy 70 évvel korábban valaki már mondott hasonlóan, csak senki nem olvasta. Senki nem vette észre. Na és akkor még a fekete lyukakkal kapcsolatban. Na. Itt van még néhány kérdés, ami felmerült, és amit én szeretnék itt megemlíteni. Az egyik ez volt, hogy mi van a sűrűségével, meg egyébként. Másik az, hogy honnan jön a Hawking sugárzás, hogy ezt is. Hogyha a fekete lyukból nem jöhet ki semmi, akkor hogy a fenébe jöhet ki a Hawking sugárzás? Hát, bocsánat, közben rájöttem, hogy még érzulni fogok valamit, majd később. De a lényeg az, hogy a Hawking sugárzás ebből az összegyűrt külső téridőből jön. Tehát, hogyha úgy képzeljünk egy csomót, nem a belsejéből jön, nem az élmény horizont mögül jön, ott körülötte össze van gyűrve a téridő, és annak a szintén kvantum mezőelméleti tárgyalásával lehet leírni, hogy milyen a Hawking sugárzás. Még nem vagyunk benne biztosak, hogy ez létezik, de nagyon jól beleillene a fizikába, ha létezne, kísérleti kimutatás jelenleg reménytelen. Ugye emlékeztessük a nézőket, hogy ez abból származik, én megpróbálom in layman's term elmondani, hogy ugye a téridőben folyamatosan a kvantum fluktuációk révén jönnek. Nem. Na, akkor na. Nem. Emlékeztessük a nézőket, nem biztos, hogy mindenki tudja. Ez a Penrose folyamat nevű folyamat. Amikor részecske, antirészecske párok keletkeznek, egyik belsik a lyukba, másik elmegy, és egyik negatív energiája volt, amit semmi köze az, hogy antirészecske vagy nem antirészecske. Ez egy hasonlat, amit azért találtak ki, hogy elmagyarázzák, hogy bár a fekete lyukból nem jöhet ki semmi, mégis csökkenhet a tömege, és jöhet ki sugárzás a környékéről. Tehát a környékén megjelennek részecske, antirészecske párok, és belsik, de ez nem a Hawking sugárzás, ez csak illusztráció. Na most ki követte ezt a bűnt, hogy ezzel a hasonlatot? Hawking. Hawking maga úgy érezte, hogy az ő igazi elméletét, a sugárzást, azt nem lehet köznyelvre lefordítani, és tényleg nem. Most, hogyha azt mondanám, hogy a relativitás elmélet konnexió fogalmát kell alkalmazni a kvantumtér elméletre, és elforgatni a Hilbert-térben a bázist. Na szóval, ezt inkább nem mondom. Tehát lényeg az, hogy van egy olyan matek, amit maga Hawking úgy érzett, hogy nem lehet köznyelven elmagyarázni, ezért mondott egy hasonlatot, és azt terjedte. Szóval nem a Hawking sugárzás. Lényeg az, hogy egy görbült téridő messziről úgy néz ki, mint hogy jönnek egy sugárzás. Na, de most lényeg az, hogy nem a lyukból belül. Ugyanúgy azt kérdezik, hogy ha nem jött ki semmi, akkor a gravitáció hogy jön ki? Nem jön ki, az kim van. Maga ez a körülötte levő görbült téridő, az olyan messziről, mint egy közönséges, kisebb tömegű csillagnak a gravitációs tere, vagy az által létrehozott görbülés, amit korábban gravitációnak gondoltak. Uh-huh. Oké. Na és akkor még egy dolog, amit el szoktuk mondani, mint tudjuk, a fekete lyuk határán megáll az idő, akkor hogy eshet be valami a fekete lyukba, odaér és megáll az idő? Sőt, hogy mondhatnak olyat a gravitációs hullámok felfedező, hogy két fekete lyuk egymásba esett és összeolvadt? Egy, nem áll meg az idő. Képzeljük el például azt, na most akkor most rájön. Képzeljük el azt a... Szuper, ott van, nézd! Azt a versenyt. Vissza, fekete lyukba, így szúrja a nyakamat valami. Ez itt egy nagyon egyszerű görbe dolog, még pedig a... Megy rajta egy hajó. Így. Mit csinált ott a föld szélén, és visszapattant, vagy elbújt a föld alá? Nem tudom, mennyire látszik. Nem, ez ment a felszínen tovább. Hát én egy hülye koordinátorrendszerből nézem, ide elértettem egy fényképlemezt, és azon lefényképeztem. És azon úgy néz ki, mintha itt lenne valami furcsa dolog. Pedig nem, a hajó ment tovább a felszínen. És tényleg elbújt a föld másik oldalán, de a földnek nincs másik oldalán, mindenhol egyforma. Az a koordinátorrendszer, amelyben megpróbáltam leírni, és amiben ilyen körlappá torzítottam a földgömböt, az hozta létre ezt a jelenséget. Itt a fekete lyuk, és én itt vagyok tőle nagyon messzire, és itt van nekem egy koordinátorrendszer. Hogyha ezt megpróbálom folytatni errefelé, és ezzel leírni, akkor itt az esemény horizonton bajok lesznek. És akkor itt jön ki az, hogy az én időkoordinátám itt elmegy a végtelen. Ez csak annyit jelent, hogy rossz az én időkoordinátám, ott már nem használható. Másképp kell, itt mit csinál? Akkor ide tesz egy térképet, meg oda tesz, meg valam oda tesz egy térképet. Ki az, aki ezt kitalálta, hogy egy térképlappal nem lehet mindent leírni? Riemann 1846-ban. Azóta tudjuk, tehát a térképészek régóta tudják. A Földet nem lehet egy térképlapra lerajzolni úgy, hogy folytonos legyen.
Amikor a földgömb ilyen ábrákat rajzolnak, hogy itt van Amerika, és itt átlóg Alaszka. Szegény Eszkimónak marha nagyot kerül innen odáig, de pedig csak átment a szomszéd faluba. De nem tudtuk folytonosan rajzolni ezt a görbült felületet a síklapra. Ugyanúgy egy bonyolultabb sokaságot nem lehet egy térképlapon ábrázolni. Azzal a térképpel, amit a végtelen messzi megfigyelőnek a leírására alkalmas, azzal nem lehet behatolni a lyuk belsejében, mert azt nem folytatható. Tehát ez egy, hogy mondjam, egy tévedés, egy rossz koordinátázás őt végtelen. Ha valaki ténylegesen beesik a fekete lyukba, akkor a saját ideje szerint véges idő alatt áthalad, eléri a felszínt, és áthalad, és onnan mikroszekundum alatt megérkezik a szingularitásokba. Hogyha marha nagy fekete lyukról van szó, akkor nem mikroszekundumokra, órák alatt, de mindenképpen megy befelé, nem tud kijönni, tekerül, vagy egyenesen, vagy spirálisan, de bemegy a centrumba. Éppen most számoltak, rajzolt az egyik tanítványom ilyen görbéket, hogy tehát van már olyan program, amivel szerintesen lehet követni, ha már bement az esemény, az utóbb, hogy spirálisan be a centrumba. Van ilyen. Na, de mi történik? Ami ennél fontosabb. Azt tudták mondani, hogy ha beejtünk egy testet, akkor az végtelen idő múlva fog elérni a felet. Ez egy exakt megoldása az Einstein-féle elméletben a mozgás egyenletnek. Pont részecske mozgása. Ugye, amit hagyományosan beszéltünk az elején, a Földet egy pontnak tekintjük, leírom egy vektorral, és akkor megmondom az időben, hogy változik. Nem foglalkozom a részleteivel. Oké. De pont részecske nincs. A valóságban minden részecske, minden test kiterjed, sőt, minden objektumnak van saját Schwarzschild sugara, tehát ilyen esemény horizontja. A fekete lyuk a speciál olyan, hogy az anyag benne van, vagy már beesett a saját esemény horizontján belül, a Földnek 3 centis a kis gömböcske lenne. Igen, és ezért gyakorlatilag nem. De most kezdjük, hogy a Földet be akarjuk ejteni egy fekete lyukba. Ha a Földet egy ponttal ábrázolom, akkor az én könyv végtelen idő alatt ér oda. De hogyha ez nem egy pont, hanem egy kiterjedt objekt, mondjuk akkor rajzoljuk le, hogy itt végtelen idő múlva érne oda. De hogyha ez egy kiterjedt test, akkor véges idő alatt odaér. Most én, mert ő egy ilyen izé. A széle, a gömbnek a felszín az, a másik ennek az esemény horizontját véges idő alatt. Egy nagy, de véges idő alatt ki lehet számolni, rendesen megvannak a képletek, hogy egy adott tömegű test a végtelenből indítva mikor éri el az esemény horizontot. És akkor a két esemény horizont összeolvad. Onnantól kezdve nem tudom a pont részecske modellt használni, ami azt mondja, hogy kövessük ezt a pontot az adott téridőben, mert akkor már mind a kettő maga ott együtt görbíti a teret, egyiket nem lehet elhanyagolni a másikhoz képest. Numerikusan számítógéppel ki kell számolni, hogy olvad össze a két esemény horizont, ez véges idő alatt megtörténik. Amikor most volt vége, amikor a gravitációs hullám detektornak az előkészítését folytak, akkor végeztek ilyen számítógépes szimulációkat, különböző tömegű, meg másképpen pörgő fekete lyukakat összeeresztenek, és kiszámolták, hogy torzul a téridő, azt nem lehet analitikusan megoldani, számítógépen megcsinálták, és azt is kiszámolták, hogy akkor messzire ezek milyen gravitációs hullámokat bocsátanak ki. Tehát készült egy ilyen programkönyvtár, hogy adott tömegű lyukak egymás körüli táncánál mit húztál messzire látni. Akkor tényleg észleltek valamit, akkor csak elő kellett venni és megnézni, melyikhez illik legjobban az ábra, amit ténylegesen detektáltak, és akkor leolvasták, hogy a 37 nap tömegű meg egy 22 nap tömegű találkozott. Ugyanígy, amikor összeolvadtak, akkor némi vacakolás után még pörgött egy darabig, és végül lecsillapodott, amikor már csak így simán forog, akkor már nem bocsát ki gravitációs hullámot. De addig, amíg azt az állapotot elérte, addig megint csak egy adott forma, egy ilyen lecsillapodás, és az is jellemző arra, hogy ez a, hogy mondjam, nem igazán tömeg, de az a paraméter, ami jellemző arra, hogy ő úgy viselkedik messziről nézve, mint egy adott tömeg, azt is megolvasták. És akkor így lehetett mondani, hogy egy 37 meg egy 27-es összeolvat, és lesz belőle egy 48-as tömeg. Kisugárzott mintáknak az analízisével. Ebből mondhatták, és akkor közben elveszett, mit tudom én, 12 nap tömeg, és az kisugárzott a gravitációs hullámok formájában. Akkor kérdezik, hogy honnan tudjuk, hogy ennyit, úgy így érdezgettük. Tehát vannak numerikus számítások, és akkor tehát ezen a probléma, hogy végtelen idő alatt esik bele, ezen túlesnek. Ugyanezt mondhatjuk akkor is, amikor hogy keletkezett volna a fekete.
vagy potyan be az anyag, és akkor nem tud beesni. Ilyen hipotéziseket, hát az anyag ott átcsorog a lyuk pereme fölött, és akkor ütközik-e a későbbi, torlódik. Nem torlódik, beesik, kész, csokorom. Az a pont részecske modell, az pont nem állapozható az átlagos relativitása, mert minden objektumnak van véges csúcsa, és véges idő alatt megtörténik. Ezek azért szerettem volna ezt itt most elmondani, mert hát már két naponként jönnek ilyen kérdések, atomcsillag meg külön magánrendelkezésbe, fekete lyukak nagyon sok embert izgatnak, és gyakorlatilag ugyanazokon a vakvágányokon mennek sokan végig, pontosabban, jó, hát vannak nagy hülyeségek is, de akik ténylegesen rendesen gondolkodnak, azok tipikusan ezeken a vakvágányokon mennek, mert a logika erre vezetne, de ez azért van, mert nagyon elnagyolt az ismeretterjesztés, és ilyen részleteket nem mondunk el, és aki ezt nem tudja, az akkor megpróbálja a következtetést megmondni. Kozmológus alternatív elmélészek szoktak rendszeresen megkeresni, és akkor valahogy mindig azt próbálom nekik megmagyarázni, hogy ha egyáltalán választod nekik, mert van, akinél lehet látni, nem forrásleges, hogy a ismeretterjesztő, bármi magas színvonalú könyvek, műsorok, azok mindig óhatatlanul egyszerűsítenek. És a konkrét fizikai leíráshoz, a modellezéshez a felsőfokú matek elkerülhetetlen. Tehát ha azt nem tudja, akkor ne akarjon hozzá. A legrosszabb az, hogy a hasonlatokat viszik. Tehát igen, hogy a hasonlatoknak, az analógiáknak a továbbvitele, az, ez a klasszikus, a távolság fogalom a kozmológiai méretskálak, ami teljesen elveszíti az értelmét egy bizonyos vörös eltudáson túl. És akkor, ha már így citat az ismeretterjesztést, vagy mondjam azt, hogy van egy nagyobb bűn, amikor nem csak elhanyag volt, hanem szándékosan hazudik a szerző. Tehát például van egy olyan szerző, nem mondom meg kicsoda, nagyon népszerű és nagyon sok könyv jelent meg magyarul is, aki a görbült teret, a többdimenziós teret, meg még nem, még két másokat fogalmat összemos. És ugyanabban a fejezetben lényegében mondatokként váltogatja, hogy erre vonatkozó, meg arra vonatkozó, úgy se érti az olvasó, csak rövesztőző nagy tudománytól, amit én adatok. Ezen rettenetben fel tudok háborodni, és az illető nagyon jól ér ebből. Jó, hát figyelj! Nem magyar, hogy sejtem, vagy sejteni vélem, hogy kicsoda, de valóban ebben nem menjünk bele. Figyelj, ránézek az óra. 2 óra 8 perce tart a műsor, oké, 30-at mi elvittünk a Nortonra, tehát valójában tényleg most jutunk a 100 percet, amit az elején beszéltünk, úgyhogy látszik azért, hogy öreg Róka pontosan tudott, hogy az elején mondtam, hogy 100 perc. Nagyjából mindent elmondtál. Nagyjából mindent elmondtál, viszont van egy olyan szekciónk, amit már részben érintettél, menjünk már ide át, és akkor itt most már az oldalkamerára is szükségem lesz. Már most? Á, szerintem igen. Tehát a következő helyzet, hello, sziasztok, nézők! Ugye voltak néhányan, akik a Schwab-Hill csillagvizsgálón Facebook eseményében meghirdetett, vagy Facebook esemény meghirdetésében már kérdéseket föltettek. Kollár Zoltán az egyikük, Kerpács Rezső a másikuk, és gyakorlatilag itt most csak ketten voltak, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Itt most mondanám a kedves nézőknek, hogy ugye ez egy kvázi élő műsor, remélhetőleg egy pár óra múlva, másfél óra múlva fölkerül a YouTube-ra. Tehát a jövőben az élő csillagászathoz úgy lehet kérdéseket föltenni, hogy a Schwab-hegyi csillagvizsgáló Facebook oldalán meghirdetett eseménynél lehet a beszélgetésben kérdéseket föltenni, azokat én figyelem, és itt a műsor fölvétel napján meg fogom már mindegyik esemény leírásban benne lesz, hogy milyen határidőig föltett kérdések bekerülnek ide a műsorba, és a kérdezők között jutalmat fogunk majd kisorsolni, ahol ilyen dolgokat mutatok. Mi ennek a neve? properdistancemcl.hu Tokaji fehér bor, ezt egy anonimitását megőrizni kívánó tokaji borásztól kaptam 120 palack ilyen bort, 60-at egyikből, 60-at másikból, a másik az dark energy, sötét energia. A kérdezők között ilyet fogok kisorsolni. A kérdés, akik a sorsolásban jönnek, ilyen mellett egy Schwab-Hill csillagvizsgálós belépőt is kapnak, és amikor az infókukat Schwab-Hill csillagvizsgáló.hu-ra elküldik, hogy én nyertem, és azt majd hamarosan kisorsolom, a kettő közül itt most könnyű lesz egyébként sorsolni, akkor amikor a Schwab-Hill csillagvizsgáló belépőjét átveszi, eljön ide a Schwab-Hill csillagvizsgáló, akkor a belépő mellett itt helyszínen megkapja a vagy a Dark Energy, a Dark Energy ez egy három puttonyos asszú, mce.hu, Magyar Csillagászat Egyesületnek a bora ebben az évben, vagy pedig a Proper Distance, ami egy fur mint hárslevelű száraz fehér bor. Lényeg az, ilyeneket fogunk majd kisorsolni a kérdezők között, egy Schwab-Hill csillagvizsgálós
belépő mellett. Na, adjál vissza minket, mert azért én végigolvasom most hirtelen ezeket a kérdéseket, és lehet, hogy egyet-kettőt azért föl fogok tenni, egy maximum 5 percen most már tényleg, mert még ezt fel is kell töltenünk majd a YouTube-ra. Kollár Zoltán egyrészt a Hubble állandóról, igen, fizikusként, Newton egyik, te... Figyelj, erre ezt most nem már válasz. Erre már válaszolta. Igen, a föld gravitációs porszemek ki tudnak szakadni, biotechnomarker élettelen, legelső életforma, Kardashev civilizáció. Egy válasz, hogy ki tudnak szakadni. Ki tudnak szakadni, igen. Tehát a lényeg az, hogy a apró dolgok ki tudnak szakadni a földről, igen. Tehát a, hát a légkörünk a fölös tetején, amikor így a van. Napsugárzás szétedi az atomokat. Sőt, felmerült az is, hogy kidobott vulkáni kőzetek, amik szintén elhagyták a Földet, ezek vitték az életet a Marsra, vagy viszont. Ugye Marsi meteor találtak a Földön, ki tudnak szakadni. Tehát pontosan egyetlenül Kollár Zoltán azt kérdezte, hogy a Föld gravitációs vonzásából ki tudnak szakadni emberi beavatkozás nélkül apró részecskék. Volt egy ilyen, a háromtest probléma, Laci, amúgy egyidősek vagyunk, és nem is születünk messzire, többször említett, hogy szifil alatt nem veted meg, 15 év előtt olvastam, azt szerintem kevesebb, mert nem olyan régen jelent meg. A háromtest probléma, nem tudom, a pontos magyar átírás egy kínai szerzőnek a trilógia, én nagyon imádom. Egy rádió csillagász a napot használta arra, hogy felerősítse és a csillagközi űrbe küldje ki a jeleit. Ez technikailag tényleg megvalósítható, vagy csak vart sci-fi, ami tök jól hangzott leírva? Utóbbi. A helyzet az, hogy utóbbi különben, mert már kommunikálnánk földön kívül. Én viszont nagyon nem kedvelem ezt a sci-fit. De miért nem? Teljesen tudománytalan, nacionalista, hosszú és marha unalmas. Én ezt utóbbiban nem értek egyet, szerintem pontosan a hosszút, én nagyon izgultam. Azt értem, hogy kínai, tehát kínai, igen. Kínai nacionalista benne van, én imádtam. Én megmondom, de pontosan ez az, hogy DJ hogy van a sci-fivel, fantasyvel. Szerinte ez időpocsékolás és gyerekeknek való, vagy ő maga is szokott Star Trek-et nézni, és otthon birodalmi rohamosztogos mintai pizsamája van. Nincs pizsamán. Kettő. Én nagy sci-fi rajongó vagyok, de a írott sci-finek, tehát még annak idején, amikor a Kozmosz Fantasztikus, meg a korábbi könyvek, ennek ezeket olvastam. Ma is Zsoldos Pétert tartom a legjobb magyar sci-fi írónak, és a sci-fi irodalom csúcsa pedig szerintem a Halhatatlanság halála. Az egy jól végig gondolt időutazásos történet, minden szár elvarva, jól megkomponálva. Ezimov későbbi műveitől eltérően ebben nem volt felesleges locsogás, meg mindenféle kavarás. A Star Trekből nagyon kedvelem a Voyager és a Deep Space Nine-nakat. A többit, ahol sok pici epizód, és nem folyik sem, mert az egész azokat nagyon untam. A Csillagok háborújából az első három tetszett, a többit már meg se tudtam nézni. És ott kérdezték a agymenőket, hát igen, azt nem néztem, egyébként nincs tévé. Jó, de most már streamek vannak amúgy. Jó, de akkor sem néztem. Na, mindegy, Kollár Zoltán... Elég sok furcsa fizikussal találkozom az életben, minek még onnan. ez igaz, ez jól mondod. Kerpács Rezső a másikunk, tehát ketten fognak majd versenyezni a egyik palack borér és a Svápnyi Csillagvizsgálós belépőért. Mi történne, ha az univerzumban minden mozgás megszűn? Úristen kikapcsolná a szimulációt, mert másképp valódi világban ilyesmi nem történhet. Jó. Egyébként el tudod képzelni, hogy milyen szimulációban él? Ez egy népszerű téma mostanában, sajtó foglalkozik. Túl cifrának érzem a világot, túl bonyolultnak és feleslegesen túl részletezetnek ahhoz, hogy az legyen. Aha. Másik kérdés az volt Kerpács Erzsének, hogy ha a gravitációs hullámokat érintő szövetének fodrozódásai, akkor a szövet szerkezete minden esetben konstans, vagy nagy tömegek esetleg okoznak-e szerkezeti változást, és így képes-e szakadni ez a szövet? Jó, hát pontosan arról szól az általános átvétel, hogy nem konstans, hanem az anyag befolyásolja. Ott volt az egyenlet, hogy befolyásolja az egyenlet, az anyag különböző tulajdonsága ezt a szövetet. Szakadni, hát arról is volt szó, az a bizonyos szingularitás, ahol szakadna a téridő, abban a pontban ott nem tudjuk folytatni a számolásokat, nem tudjuk folytatni az egyenleteket. Jó, köszönöm szépen. Figyelj, te nem akarok túl hosszú, mert ez a te időd is azért véges, bár pontosan tudjuk, hogy neked is megvan a saját Schwarzschild-sugarad, és mindenféle dolog történik velünk. Én azt gondolom, hogy
ketten játsszuk el a húzást, kettő kérdező esetében, hogy ki a nyertes. Én azt szoktam csinálni, amikor vizsgán random generátorra van szükségem, hogy azt mondom, hogy a számológéppel vonok egy negyedik gyököt valami számból. Egy gömbünk. Az is lehet. Jó, ez az is jó. Van, húzzunk rá, van két neved, egyes, kettes, a Kerpács Rezső az egyes, Kollár Zoltán a kettes. Rájöttem a neveket. Na, rájöttem, és bedobod a... Akkor bedobom a holdba. Bedobod a holdba, és DJ kihúzza. Így van. És akkor akit kihúz, ő kap majd két palac közül egyik. Ne lássad. Jó. Maradj egy szerintem, maradhatod? Maradj itt, idehoz. Nézd, egy hold gömböt megkapunk. Jó. Közben Gyula, Nyerges Gyula is föltűnt. Az ő neve még a mai napon nem hangzott el, de valami ő is itt van velünk. Nézd, Norton, sziasztok. No. Na, tehát akkor hogy kell itt? Mi a mechanizmus? Én leemel a tetejét, és ő belenyúl? Megrázom. Igen, és akkor egyet húzzák ki a kettő közül. Egyet kihúztál. Most ez kettő. Akkor most dob vissza azonnal. Ja, nem lehetett összerázni őket. Igen. Még egyszer összerázzuk. Egyet létszi húzzák ki. És olvasd fel létszeres a nevet. Kerpács Rezső. Kerpács Rezsőnek üzenem, hogy az info@svabhegyicsillagvizsgálat.hu-ra írja meg, hogy ő az, aki nyert ma egy Dark Energy, vagy Proper Distance, még nem tudom pontosan, MCE Tokai bort, és egy személyes belépőt a svabhegyicsillagvizsgálatba, tehát info@svabhegyicsillagvizsgálat.hu-ra küldjön egy e-mail címet Kerpács Rezső, és hát most bátorítok mindenkit, aki ezt a videót majd megnézi, hogy a következő élő csillagászat részekhez majd a Svábhegyi Csillagvizsgáló Facebook oldalán meghirdetett esemény beszélgetésébe tessék föltenni a kérdést, és majd a nyert közülük majd kisorsolunk minden egyes műsorban. Egy nyertest! Nézd, eljutottunk ide a végéig a Svábhegyi Csillagvizsgálóhoz. Dávid, Gyula és Kis László, figyelj DJ! Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves nézőinktől kérünk lájkolást, kommentelést, megosztást, követést, bármit. A következő élőcsillagászat műsor jövő héten vissza a Holdra. Második epizód Kis László és Szabó Olivér Norton. Tolmácsások, DJ, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor mehet az outro.